Mars hencegője. Cape Ferron a Mars szégyene című tudománytalan fantasztikus ponyvájának második részét felolvassa gépész. Vélemények. Az obszkurus álismeret terjesztés népbutító fenomenáliája, vagy fekáliája, átobbürgözdi irodalmi harsona. Na jó, de még mindig nincsenek benne sárkányok. Dragonfalvi kult. Kell ez nekem? Itt kísértek a kedvenc könyvesboltomban, és pont ez akadt a kezembe. A könyvkereskedelem fantomja. Nekem az egészből a legjobban a lábjegyzetek tetszettek. Azokból tanultam a legtöbbet. Fellengzősi Fridolin, második A-osztályos tanuló. Brum, brum. A barna medve az állatkertből. Moszkva, Oroszország, Föld. Oleg Tatamovics tábornok jóindulatúan mosolygott az ifjú és ambíciózus hadnagyra. Annak borsózott a háta. Tatamovics jóindulatában ugyanis volt valami a bengáli tigriséből, amikor az az előtte bomladozó kétnapos gödőjére tekint, és azt mérlegeli, hogy a friss húsi ebédre, avagy vacsorára lenne-e alkalmatosabb. Nézze, fiam! Magyarázta egészen lassan és türelmesen, ahogy általában a feltűnően gyenge képességű óvodásoknak szokták. Ha még egy Uli Gellert vagy Madame Blavatskyt elém enged, én kijárom magának, hogy külön a maga kedvéért kinyissanak egyet a régen bezárt szibériai gulágok közül, és úgy elvitetem oda, mint a pincs. Sóhajtott, de ebből nem derült ki, a pincs hogyan szokott elvitetni embereket. A hadnagy nyelt egyet és átkozta a sorsot, Tatamovics tábornokot, valamint az egész a marsi gyarmatok ellen vívott háborút. Mikor a különleges katonai akciók osztályára került, még úgy vélte, megcsinálta a szerencséjét. Nyitva előtte az út, határa csillagos ég, az előmenetelének legfeljebb az idő az akadálya. De az meg múlik szorgalmasan. Hamarosan olyan karriert fog csinálni, ami erről még tiszti iskolásként ábrándozott. Lelki szemeivel látta szorgalmasan szaporodni a csillagokat a vállapján, de azok a nyomorú csillagok csak nem jöttek olyan szépen sorban, ahogy elképzelte. Mi több, maradtak, ahol voltak. Pedig pont annyira áhítozott a rangot jelentő csillagocskákra, mint a hollywoodi filmekben szereplő bögyös, formás csillagocskákra. És volt is bennük valami közös. Az elérhetetlenség. Ez nem holmi holdkoros hantázó, nézze csak meg a jelentéseket, uram. A régészeti tudományok doktora, a történelemtudomány doktora, a Genfi Hajdani Technológiák Intézetében osztályvezető tudós. Akkor most már csak azt mondja meg nekem, édes fiam, mi a nyavaját keres egy svájci tudós Moszkvában egy katonai parancsnokságon? A Marsra szeretne menni. A tábornok rákönyökölt az íróasztalára, félrefordította fejét és érdeklődően pislogott fel az asztal mellett feszengő fiatal tisztre. Mondja, fiam, maga még nem értesült róla, hogy háború van, hogy blokád alá vontuk a Marsot. A szerencsétlen Dibbuk ügy után most a kiéheztetésükre játszunk. Nem mehet oda ember. Na náhogy nem, mert a hasonulása után, mint egy kénytelenségből csak az ő miliciájukat erősítené. A kereskedelmet is leállítottuk. Tőlünk aztán ne jussanak utánpótláshoz, amivel aztán csak ellenünk harcolnának. Blokád van, édes fiam. Uram, a jelentések szerint egy sereg ökör akar a Marsra menni innen Oroszországból is. Mi viszi rá magát, hogy nyavajás külföldiek ügyeivel is zaklat engem? Gondolja, nem elég nekem a magunk barmaival törődni? Ez más, nyögte a hadnagy, és hajdan volt gyerekkorára gondolt, mikor hisztizve követelte ki mamájától a boltban a csokoládét. Milyen szép is volt ordítani és toporzékolni. Hogy élvezte a ráirányuló közfigyelmet? Mama már kevésbé. Mi lenne, ha egyszer már végre figyelne rá ez a véntrottyos? De nem, hogy nem figyel, még végig hallgatni sem hajlandó. Uram, kezdett bele újra.
Ez páratlan esélynek ígérkezik a számunkra. Olyan esélynek, amire az EU-ban ügyet sem vetette. Az amerikaiakat sem érdekelte, tovább megyek, a kínaiakat sem. De még az indiaiak is kirúgtak. Itt áll, feketén-fehéren. Próbálkozott már mindenhol ez a nőszemély. Manuela Kirchner. A neve alapján német. Vagy zsidó. A tábornok nem szerette a németeket. A tábornok a zsidókat sem szerette. Alapjában véve senkit sem szeretett. Még az oroszokat sem. Gyakorta mondogatta magáról baráti körben, hogy ő bizony fajgyűlölő. Gyűlöli az emberi fajt. Vannak persze kivételek. A gyerekei. Néha még a felesége is. De ezek csak erősítik a szabályt. És nagyon jó ajánlásai vannak, tódította a hadnagy. Maga Kirillov akadémikus, a Tudományos Akadémia elnök nevezi figyelemreméltónak a hölgy elképzeléseit egy leíratában. Kirillov egy disznó. Egy dagad disznó. És nem bírja a vodkát. Láttam én már négy kézláb sétálni az urat a sárban. De mégiscsak ő az akadémia elnöke, és nagyon jó kapcsolatai vannak a kormány bizonyos részeivel. A tábornok ismét felnézett a hadnagyra. Fiam, maga úgy protezsálja ezt a nyanyát, mintha valami érdeke fűződne hozzá, mondta vészjóslóan. Uram, én csak arra gondoltam. Fiam, maga csak ne gondolkodjon. Abból mindig baj van. Maga csak teljesítse a parancsokat. A hadnagy nyelt egyet, és mereven állt tovább az íróasztal mellett. Engedelmeskedett. Várta a parancsokat, és igyekezett nem gondolkodni. De ez nem sikerült. Egyre csak az járt a fejében, hogy ha valaki bizonyos rangot elér, akkor úgy látszik, ezért az előmenetelért értelmi képességeinek radikális csökkenésével kell fizetnie. Így viszont már nem is vágyott annyira az előléptetésre. Bár egy csomó mindent megtehet, elérhet, olyasmikhez is hozzájut, amihez egy egyszerű halandó nem. De ha ezért a kóros elbutulással kell fizetni, hát kösz, inkább nem. Míg hadnagya a ranglétrán való felkúszás árán elmélkedett, Tatamovics tovább olvasta a kérvényt. Először csak a megszokott hányingerrel, amellyel a kérvényekre reagált. Aztán már csak unottam, végül még valami érdeklődésféle is feltámadt benne. Nem valami nagy lelkesedés. Lelkesedniük a pergőtűzbe dobott gyalogosoknak kell. De mégis. Lehet, hogy mégse akkora ökör ez a hadnagy. Letette a papírokat. Na jó, itt van ez a nő személy. Jelentem már 2 órája itt ül az előszobában. Akkor kifelé, küldje be! A hadnagy kiment és becsukta maga után az ajtót. Kisvártatva kopogtattak, de a kint lévő nem várt válaszra. Benyitott. Tatamovicsnak egy pillanatra elállt a lélegzete. A tudományos címek, rangok alapján valami vén satrafára várt, aki minden bizonnyal boszorkánynak akar menni a Marsra. De a belépő jelenség inkább egy tündérre emlékeztette. Álmai tündérére. A hölgy közel 180 cm-es testmagasságát, nyulánkságát, a lábán lévő magas sarkú csak még jobban kihangsúlyozta. A valószínűtlenül hosszú combokból alig takart valamennyit a nagyon rövid miniszoknya. A feszes top alatt láthatóan nem viselt melltartót. És az arca? Bájos, intelligens, nem a butuska szépségek egyenprofilja. És nem volt szőke. A tábornok utálta a szőkéket. Enyhén hullámos barna haja a vállát verdeste. A tábornok szíve viszont a torkát. Felpattant a helyéről, feszes vigyázba vágta magát, és kinyögte az egyetlen német mondatot, amelyet ismert. Küzd die Hand, schöne Fräulein! A nő ezért bájos mosolyjal ajándékozta meg. Üdvözlöm, tábornok úr! Búgó althangja olyan húrokat rezegtetett meg a tábornok lelkében, amikről tulajdonosok úgy vélte, már régen jéggé dermedtek. Most azonban olyan gyors olvadás indult meg odabent, mint a szibériai sztyeppén tavasszal. A nő egy manöken járásával odalibegett a tábornok asztala előtt álló, szándékosan és kicsi és kényelmetlen székhez, Tatamovics tábornok irodájában egy vendég csak ne érezze magát kényelmesen. Kínálás nélkül leült, keresztbe vetve lábait egymáson. A tábornok a feljebb csusszanó szoknya szegélyét nézte. Foglaljon helyet, mondta az ülő nőnek, aki pontosan tudta, hogy ezzel a bevonulással megnyerte az első menetet. Sohasem volt álszent.
Jól ismerte megjelenésének hatását az ostoba férfiakra, és ha úgy ítélte, hogy erre van szüksége céljai eléréséhez, habozás nélkül élt is vele. Nagyon jól tudta, hogy egy nő hiába tud akármilyen eredményeket felmutatni, bizonyos helyzetekben többre megy, ha szépségét használja fegyverként céljai eléréséhez. Különösen, ha egy ilyen vén szexista disznóval van dolga, mint a nyeldeklő Tatamovics. A tábornoknak végre eszébe jutott, hogy ő is leülhet, nem kell áldogálnia az íróasztala mögött, mint egy faszent a Vasili Blazsenné székes egyházban. Lehuppant párnázott forgó székére. Könyökét a karfákra támasztotta, ujjait összefonva, kezét összekulcsolt a pocakja előtt. Nem tudott róla, de ebben a kenetteljes imádkozásra emlékeztető pózban megkapóan emlékeztetett rég halott, távoli, oldalági unokatestvérére, a kicsit sem kedves Heinrich Institoris Kramerra. A nemzedékeken átívelő családi öröklődés tökéletesen működött. A domináns gének tették a dolgokat a genetikusok nagyobb örömére. Az egykori pszichopata szerzetes nézhetett így az elé hurcolt, boszorkánysággal vádolt nőkre. Tatamovics nem értette, hogy miért gondol folyton szíjakra, láncokra és bilincsekre, ahogy az előtte ülő nőt nézi, de ez fikarcnit sem zavarta. Mindig szerette a kikötöző szexet, feltéve, ha nem őt kötözik ki. A tábornok hozzászokott, hogy az irodájában megjelenő kérelmezők döntő többsége zavarával küzdik. Nem igazán tudja, hogyan kezdjen bele a mondókájába, milyen hangot üthet meg vele szemben. Kirchner kisasszony nem így volt ezzel. Határozottan kezdett bele a mondani valójába, és elfogódottság nélkül beszélt. Köszönöm, hogy fogadott, tábornok úr. Az ügy, amelyben járok, nagy jelentőségű, nem csupán a számomra lényeges tudományos régészeti szempontból. Vannak gazdasági, technikai, mi több, haditechnikai vonatkozásai is. Bizonyára nem titok ön előtt, hogy nem Oroszországhoz fordultam először segítségért. Ennek is megvan a maga oka. Nálunk az EU-ban nem néznek túl jó szemmel Oroszországra. Gyakran elhangzik a keleti medve mancsa még mindig veszélyes szlogen. És bár székhelyünk Svájcban van, a finanszírozásunk egy jelentős hányadát az EU állja. Brüsszeli támogatóink pedig a pénzükért cserébe szeretnek beleszólni intézetünk működésébe. A nő előadásának ez a része ismerős volt a tábornoknak. Pénz beszél, kutyaszar táncol, jutott eszébe. Ez úgy látszik mindenütt így van, még a fene nagy liberális demokráciákban is. Kényelmesebben helyezkedett el székében. A nő bevezetője hallatán úgy vélte, hosszabb előadásra számíthat, de ezúttal nem bánta. Mindig is viszolygott az elébe járuló kérelmezők hosszas fecsegésétől, de ezúttal a nő kellemes althangja zsongítóan hatott rá. A még kellemesebb látvánnyal karöltve, szinte elbódította. Mint mikor hajdan a bábuskája mondott mesét a kis Olenykának. A svájci bank, ahol az iratokat letétbe helyezték, azzal a megkötéssel, hogy a háború befejezése után 70 évvel juttass el az illetékesekhez, ki tudja miért, de minket ítélte kérdésben illetékesnek. Talán, mert a feljegyzések jó rész technikai, technológiai jellegűek, és napjainkban történelminek is nevezhetjük őket. Az iratokban említett technológiáról csak annyit, hogy neves európai és amerikai szakértők véleménye szerint légből kapott legenda az egész. Ilyen nem volt, és nem is lehetett. A szerzőjük egy hagymázas, rémálmokkal küzdködő fantaszta, akinek valamelyik korabeli diliházban lett volna a helye. Tömören összefoglalva, baromság az egész, és maradjak magamnak a csinos fenekemen. A fenék szóra, mintha egy koponyájába ültetett elektródán át elektromos impulzussal ingerelték volna Tatamovics agyát. Az impulzus kicsit sem volt kellemetlen. Nagyon szerette volna közelebbről is szemügyre venni az említett testrészt. A leglényegesebb Oberstleutnant Kurt Blättering levele. A levélből egyébként arra a következtetésre jutottunk, hogy ő vagy egy megbízottja lehetett az iratok letétbe helyezője. A magam részéről inkább afelé hajlok, hogy a megbízottja járhatott el a nevében.
Egy ilyen frekventált helyen szolgáló, magasrangú pilótának kicsit nehézkes lett volna 44 közepén átrándulni Svájcba, majd onnan, feltűnés nélkül, visszatérnie az állomás helyére. Mint ön is tudja, akkor már javában recsegett, ropogott a harmadik birodalom épülete. A szövetségesek már partra szálltak Normandiába. Az önök csapatai szinte megállíthatatlanul törtek előre keletről. Mi az, hogy szinte? Akadt fenn egy újabb szón a tábornok. Megállíthatatlanul. Szinte nélkül. Nem csak a nemzeti büszkeség mondatta ezt a tábornokkal, hanem a családi is. A nagyapja az NKVD színeiben részt vett a harcokban. Szinte nélkül, egyezett bele készségesen Késnál kisasszony. Neki tök mindegy volt. Tehát a hadi helyzet, mint ön is tudja, pocsékul alakult Hitlerék számára. Akinek volt egy csepp józan esze a birodalomban, ekkor már tudta, hogy a háborút elvesztették. Nem is voltak kevesen az ilyenek, még a legfelsőbb hadvezetésben sem. A Hitler elleni merénylet is ezt bizonyítja, de önvédelemből a legtöbben tartották a szájukat. Ekkor kezdődött az az idő, mikor az utolsó erőforrásait felélő harmadik birodalom kétségbe esetten kapott minden lehetőségen, hogy elodázza az elkerülhetetlen véget. Mert abban már csak a legelvakultabbak hittek csupán, hogy a háború kimenetele megfordítható. A Távol-Keleten és a Csendes-óceánon a japánok el voltak foglalva a maguk bajával, a nácik európai szövetségesei, ha már eddig nem fordultak ellenük, sorban pártoltak el tőlük. Küszöbön állt az összeomlás. De ahogy egy halálosan sebesült vadállat is lehet még életveszélyes, úgy Hitler birodalma is tartogatott meglepetéseket. Nagy szerencsére a szövetségesek szétbombázták a Peenemüdei kísérleti telepet, megsemmisítve a nácik nehéz vízkészletét. Ezzel veszítették el a csodafegyverért, az atombombáért folytatott versenyfutást. Hiába állították hadrendbe a világ első sorozatban gyártott gázturbinás sugárhajtóműves gépét. Ebből is csak kevés készült el, és túl késő. A szárazföldi haderőknél használt tankjaikkal pedig csak az önök T-34-es harckocsija vehette fel a versenyt. Kisnes kisasszony itt szünetet tartott. Tán, hogy a tábornokot kellőképp elönthesse a nemzeti büszkeség, és legyen elég ideje diadalmasan mosolyogni. Aztán folytatta, stílszerűen szólva, az adatokkal történő szőnyegbombázást. De volt egy terület, amelyen senki sem vehette fel velük a versenyt. A Hanebu. A szó hallatán a büszke tábornok csak pislogott, mint halaszhatyorba. Még sohasem hallotta ezt a kifejezést, de volt annyira hiú, hogy ezt ne ismerje be. Inkább tudálékosan bólogatott, mint aki ismeri a kérdést. Csak dióhéjban, folytatta Késner kisasszony. Mert bizonyára ön is tisztában van a Hajnabuk jelentőségével. Akkor a titkolózás övezte az egész projektet, hogy később, a háború után az élénk fantáziájú sci-fi írók és konspirációs teóriák gyártói agyszüleménynek állították be az egészet. De kezdjük az elején. Csak emlékeztetőként röviden összefoglalnám, amit mindketten jól tudunk. Tatamovics észre sem vette, hogy szemérmetlenül hízelegnek neki. Talán már túlságosan megszokta, hogy alárendeltjei így tesznek. A legkisebb gyanú sem merült fel benne, hogy őt most éppen bepalizzák. De mindig azt az embert a legkönnyebb átverni, aki mélyen hisz a saját tévedhetetlenségében, és biztosabban, hogy őt nem lehet átverni. Szomorú tény, de senki sem immunis a manipulációra. A legjózanabb embert is meg lehet vezetni, a megfelelő húrokat pengetve. A történet minket érdeklő része 1937-ben kezdődött. Fogalmazott ügyesen úgy, mintha a tábornok és ő közös érdeklődést tanúsítanának az ügyre. Mikor Németországban elindult az RFC tervezet. Ezekből a körrepülőgépekből a fennmaradt információk szerint 6 modell készült a Vril társaság irányításával. Ez, mint tudjuk, egy náci titkos társaság volt. A másik titkos társaság, a Thule, egy speciális SS csoportot irányított, az Entwicklungsstelle 4-et. Ott alternatív energiák kutatásával és felhasználhatóságával foglalkoztak.
Nevezetesen különféle típusú hajtóműveket állítottak elő a Haneburg készüléknek. Ezt nevezték rövidítve Hanebúnak. A kísérletek egészen a háború kitöréséig folytak. Ekkora harci cselekmények miatt Hitlerék figyelme másfelé fordult, olyannyira, hogy a Führer 1941-ben megszüntette az említett társaságokat, beolvasztva azokat az E4-be. A kutatások ugyan folytak, de gyakorlatilag 1944-ig stagnáltak, mert Németország minden erőforrását a totális háború szolgálatába állította. 1944 elején azonban megváltozott a helyzet. Ekkor már feltehetően ott tartottak, hogy ha valaki azzal keresi meg Hitlert, hogy pokolbéli légiókat tud megidézni a szorongatott helyzetben lévő Wehrmacht megsegítésére, a diktátor simán belement volna egy ilyen kísérletbe. Ekkor vetette fel valaki, sajnos az nem derült ki a fennmaradt iratokból, hogy ki, hogy indítsák be újra a stagnáló Hanebu projektet. De ezúttal már új, legyőzhetetlen harci repülőgépek kifejlesztése volt a cél. Vagy nem csak az. Igazi céllá a világűr vált. A Hold és a Mars. Tatamovics értetlenül hallgatta a nőt. Úgy vélte, elmentek otthonról nála. Űrutazás 1944-ben, 13 évvel megelőzve a Szovjetunió és egyben a világ első műholdját, a Sputnikot. Hát ez teljes képtelenség. A tábornok titokban, soha senki előtt be nem ismerve, erős nosztalgiát érzett a régi szép szovjet idők iránt. Mikor még Oroszország az őt megillető helyet foglalta el a világ országai között, mint igazi nagyhatalom. De a szocializmus összeomlásával még valamikor a 20. század végén ennek befellegzett. Már évtizedek óta igyekszik visszaszerezni régi pozícióját a világban, de ez egyelőre sehogy sem akar sikerülni. A nő észrevette a tábornok elmélázását, és bár nem volt gondolatolvasó, kitalálta, mi jár a fejében. Ugyanaz, mint csaknem valamennyi hazáját szerető és dicső múlt után áhítozó nagyfejűnek ebben az országban. Erre épített, ezért jött ide. Igen, tábornok úr, jól hallotta. A Hold és a Mars. A vezető nácikról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy hülyék lettek volna. Pontosan tudták, hogy az általuk elkövetett bűnökért, az elvesztett háború után valamilyen formában majd felelniük kell. Hiszen már akkor hallatszottak olyan hangok, hogy a háború kirobbantóit, mint háborús bűnösöket bíróság elé kell állítani. Ehhez pedig nem fűlött a foguk. Abban is biztosak lehettek, hogy a vereség után nagyon nehéz lesz eltűnniük bármerre is, mert olyan hajtóvadászatot indítanak utánuk, ami erre még nem volt példa a történelemben. Magától kínálkozott a megoldás. Ha a Föld egyetlen országában sem érezhetik majd biztonságban magukat, távozzanak olyan helyre, ahová senki sem tudja követni őket. A világ tudományos technikai fejlettsége akkor ezen a téren, az űrrepülés kivitelezésének terén messze elmaradt a Német Birodalom fejlettségi szintjétől. Az űrbe senki sem követheti őket. És megcsinálták. Bizonyára ön is hallotta arról, hogy különös, értelmezhetetlen régészeti leleteket találtak a Holdon. Egykori látogatók nyomai. Bár nem csaptak a leletek körül nagy hírverést, az ásatásokat végző tudósokkal titoktartási nyilatkozatot irattak alá, ezt pontosan tudom, mert az intézetünkből több kollégám is dolgozott ott. A tábornok erről először hallott. Micsoda? A nyavajás nyugatiak ilyesmiket találtak a Holdon és eltitkolják? A nyavajások. De hogy tartattak ennyire titokban egy ekkora szenzációt? Hiszen a sajtójuk olyan, hogy még azt is világgá kültöli, ha pörsen és nő valamelyik hírességük seggén. Kételkedni kezdett a nő szavaiba, de kételjei csak néhány pillanatig tartottak. Nem Kirchner kisasszor győzte meg őt akkor sem, hanem ő maga magát. Ha valamit igazán titkolni akarnak, akkor azért nem annyira bénák, mint mutatják, gondolta. Ott van például az atombomba a világháború végén, a Kennedy gyilkosságok. És még millió más, gondolta. És már is belepottyant az összeesküvés elméletek csábító csapdájába. A legtöbb ilyen elmélet szemenszedett marhaság,
de remek szellemi szórakozást nyújtanak annak, aki kellő távolságtartással kezeli őket. Akad persze olyan elmélet is, amelyik nem tartozik az agyament képzelgések nagy halmazába, mi több, még akár valós is lehet közöttük. A baj csak akkor van, ha a magát roppant kritikus elmének tartó fogyasztó, aki egy szót sem hiszel a hivatalos médiában tálaltakból, készséggel lenyel mindent, ami egy teljességgel ellenőrizhetetlen forrásból, tisztelet a kivételnek, kerül fel az internetre. És közben fel sem tűnik neki, hogy pont olyan megvezetett lény, mint polgártársai, akiket mélyen lenéz. A tábornok tudott arról egyecsmást, mi mindent rejtegettek a szovjet időkben a világ elől, mikor a paranoiás titkolódzás szintje a Mount Everestet csapkodta. És később is. Bizonyos szempontból javult a helyzet, bár nem mindegy, hogy honnan nézzük. Maga is azt vallotta, nem tartozik minden a köznépre, ellenkezőleg. Nagyon is kevés tartozik az átlagpolgárra. Maradjon magának a maga szintjén, és örüljön, hogy élni hagyják. De az igazi célpont számukra nem a hold volt, folytatta a nő a puhítás. Mi is ott kezdtük, mint a legközelebbi égi testen. Az 1969-es holdra szállással. És jó darabig meg is rekedtünk ott. Nekik talán nagyobb szerencséjük volt, vagy a kétségbeesés nagyobb teljesítményre sarkalta a kutatóikat. Az E4 által kifejlesztett antigravitációs hajtóművel a Hanabuk harmadik generációja már olyan teljesítményre képes, amely elérte a mi Föld-Hold viszonylatban közlekedő hajóink sebességét. A Hanabu sorozat 4-es számú prototípusával az űrben elérték a 175.000 km/órás csúcssebességet is. Ami azt jelenti, hogy a 26 havonta bekövetkező együttállásnál, mikor a Mars a legközelebb, mindössze 80 millió kilométerre van a Földtől, alig valamivel több, mint 19 nap alatt eljuthattak oda. És el is jutottak. 4 Hanabut indítottak útnak. Erre bizonyítékaim vannak, hogy a Marson támaszpontot építsenek ki. Egyfajta fogadóállomást, mert a cél az volt, hogy nem csak az arra érdemes vezetőket, de a megfelelő számú fiatal, egészséges férfit és nőt telepítenének át, létrehozva egyfajta árja Lebensbornt. A 4-ből 2 bizonyosan, és talán egy harmadik is elérte a Marsot. Gondolja el, tábornok úr. Ha az akkori technológiával, számítógépes segítség nélkül manőverezve az űrben képesek voltak mindenre, mivé lehetne fejleszteni azokat a gépeket, azt a meghajtást a mai technológiánkon? Tatamovics meg volt győzve. A beszélgetés elején még a hajdani technológiák intézetének létezését is komplett marhaságnak tartotta. Mire jó hajdani technológiákat kutatni? Azokat már úgyis túlhaladta a mai tudomány. De ebből az aspektusból nézve nem is biztos, hogy annyira lelépték a mai tojásfejűek a régieket. Mert Tatamovics többnyire csak léhűtő tojásfejűként gondolt a tudósokra, akikkel gyakran több a baj, mint amennyi hasznot hajtanak. Márpedig mindenki annyit ér, amennyit használ, vallotta a jó tábornok. És mi mindent menekíthettek még oda? Adta meg a nő az utolsó döfést a már úgyis meg és legyőzött tábornoknak. Tudjuk, hogy Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, a harmadik birodalom vezetői szinte mind, mélységesen hittek az okkultizmusban. Nem pusztán azok a végletekig racionális háborús hiénák és tömeggyilkosok voltak, aminek a történelem írásunk beállítja őket, hanem misztikus erők megszállott hívői és kutatói is. Tudjuk, hogy számtalan kutatást, expedíciót finanszíroztak, hogy mágikus tárgyak, talizmánok birtokába jussanak. Ezeket a saját céljaikra akarták felhasználni, az ezer éves birodalom megvalósítására. És hol vannak most ezek a leletek? Talán nem találtak semmit. Sok mindennek el lehetett hordani azt a bagást, de pancserok nem voltak. Amit lehetett, azt megszerezték, csak éppen felhasználni nem tudták. Ki értett akkoriban a mágiához? A falusi fél analfabéta vajákosok meg a nagyvárosi kóklerek, akik szélhámosságukkal csak a pénzt akarták kihúzni a hiszékenyek zsebéből. És ma komoly kutatások folynak ebben az irányban, hiszen itt vagyunk a legjobban lemaradva a Marstól. A tábornok pontosan tudta ezt. Ha a Mars nem lenne mágikusan aktív világ,
vagy ha hasonló varázselővel meg lehetne támogatni az ő csapataikat is, napok alatt elsöpörhetnék a marsi szeparatistákat. Vége lenne ennek a nevetséges háborúnak, és ha Oroszország anyácska diadalmas csapatainak élén ő masírozhatna be a marsi parlament épületébe, hát ki tudja, mi lenne a folytatás? De addig akad itt még probléma garmadával. Elérték a marsot. Talán leszálltak és nekikezdtek a telepek kiépítésének. De mi lett velük? A nyomukat sem találta eddig senki. Legalábbis nem tudunk róla. Mi van, ha a marsiak már réges-rég ráakadtak az egykori bázisokra, gépekre? Mi van, ha már is azt a technológiát fejlesztik tovább a kutatóintézeteikben? Ha a markukban tartják azokat a talizmánokat, amiknek a segítségével a nácik az uralmuk alá akarták hajtani az egész világot? A tábornok beleborzongott a lehetőségbe. Ha valakinek világuralmista elképzelései vannak, többnyire nem az ellenálló tömegtől fél, hanem attól, hogy másik, hasonló hajlandóságú ember megelőzi. Ezt nem tudhatjuk, felelte Késner kisasszony. Lehet, hogy már is elkéstünk. Mert a marsiakról sok mindent el lehet mondani, de azt az egyet nem, hogy ugatják a mágiát. És mindezt azért, mert a vaskalapos fafejek sehol sem voltak hajlandóak szóba állni vele. A tábornok az asztalra csapott. Ezúttal, ha sokadjára is, de a megfelelő személyhez fordult. Spaziato Mars. A dibbuk dobozokkal történt kis kalandom óta igencsak fölvitte Isten a dolgom. Mit ne mondjak, az a megtiszteltetésért, hogy előléptette. A három rendfokozatot ugorva, egyszerű milicistából azonnal a marsi milícia címzetes őrmestere lettem. Ez nem bizonyult jó befektetésnek, mert pénzjutalommal nem járt, viszont vásárolhattam 6 csillagot a műbőrcsekin vállapjára, mint rangjelzést. A zsoldomat sem emelték fel, mivel egyetlen milicista sem kapott zsoldot, legfeljebb esetenként költségtérítést. Mondjuk ott azért meg lehetett nyomni kicsit a ceruzát. Részemre azonban még azt sem ítélték meg, mert valahol egy gazdasági szakember úgy ítélte meg, nem került nekem semmibe elnyelni azokat az ártó szellemeket. Egy másik, hasonlóan nagyeszű elméleti szakember még azt is megállapította, hogy tulajdonképpen nem is nyeltem én el semmit. A szervezetemben, mentális állapotomban nem történt változás, márpedig a Marson, mi több, a szellemvilágban is érvényes az energia megmaradás törvénye, azaz energia nem vész el, csak átalakul. Az én esetemben mindössze annyit módosul ez a régi szép igazság, hogy gonosz szellem nem vész el, legfeljebb nem lehet megtalálni. Talán már nem annyira gonosz, még meg is javulhatott. A tag ilyen és hasonló bölcsességekkel tömte a fejem, amíg vizsgálgatott. Mert az a kis affér megint a kórházba vezetett. Ugyan ismét nem volt semmi bajom, de majdnem annyit nyaggattak, mint a Marsra érkezésemkor, mikor kiderült, hogy én képtelen vagyok hasonulni a bolygóhoz, hogy megmaradok emberi alakban, és nem változom törpévé vagy vámpírrá. Eleinte ezért valamiféle fogyatékkal élőnek tekintettek, rossz nyelvek még a Mars szégyenének is kikiáltottak. Na, ezek most megkapták. A mágiára teljesen érzéketlen, mágikusan inaktív fickó mentette meg a Marsot a földiek trükkös támadásától. Erre a legprofibb varázsmondó, a legklasszabb boszorkán se lett volna képes. Csak is egy ilyen lúzernek nézett csodabogár, aki nem csak csodát nem tud, de vele sem lehet csodákat tenni. Már ha a varázslatokat csodának nevezzük. A földön csodaszámba mennének az olyan varázslatok, amelyeneket itt már az óvodában gyakorolnak a gyerekek. Természetesen szigorú felügyelet alatt. Azt nem árt, mert különben előfordulhatna, hogy egy-egy vérmesebb kiskölyök felgyújtana a pajtásának a frizuráját, akire éppen mérges, mert nem adta oda neki a homokozó lapátját. Vagy lefagyasztaná néhány ujját.
Egy szóval, kellenek a gondos, ügyes óvónénik. Már egészen megszoktam az üdülést a kórházban, még azt is, hogy sokan néznek tengeri malacnak és kísérletezgetnek rajtam. A koszt jó volt, az ápolónők kedvesek és barátságosak. Mi kell lennél több? Még azt sem hozott ki a sodromból, mikor megjelent a szobámban. Nekem, mint hírességnek külön szobadukát, két titokzatos úriember, akik igen titokzatosan faggattak mindenféle kényes és kénytelen kérdésekről. Súlyos, tolakodás számba menő kíváncsiskodásra érezték feljogosítva magukat, azon a címen, hogy ők a szolgálattól érkeztek. Igen, nekünk a Marson is vannak ilyen titokzatos szolgáink, akik valahogy sosem minket szolgálnak, hanem valamilyen nem kevésbé titokzatos céget. Gondolom már a neandervölgyi ősemberek hordáiban is akadtak ilyen sötét öltönyös gumitalpú cipőben súranó egyedek, akik afelől faggatták a pekhes ősvadászt, hogy mi vitte arra, hogy bal kézbe fogja a kőbaltát és úgy csapja hókon a mamutot. Pedig, mint tudjuk, a kőbaltát jobb kézzel kell fogni. Egy darabig tűrtem a két tündér kinézetű titkos szolga vegzálását, aztán megkértem őket, hogy legyenek már olyan titkosak, hogy eltávozzanak a búbánatba. Ez a javaslatom nem nyerte meg a tetszésüket, de éppen akkor érkezett meg a hozzám látogató Sfaciato serifje, Hortensio Hombre, a mi nagy hohónk, aki szintén részese volt a dibbuk dobozos esetnek. Na már most ő 2,5 méter magas és egészen zöld, mivel ogre. Nagyon erős, és ez jól látszik rajta. Nagyon barátságos, ezt viszont csak azt veszi észre, aki hosszabban elbeszélget vele. Minden bizonnyal a kedvessége, amivel támogatta a javaslatomat, győzte meg az ügynököket, hogy eltűnjenek a bal fenéken. Mondom, még ez is elviselhető lett volna. A biztosítékot végül az a tévéstáb csapta ki nálam, amelyik teljes felszerelésével hangoskodva betüremkedett a kórházba, azzal a felkiáltással, hogy ők itt és most haladéktalanul dokumentumfilmet forgatnak rólam. Kérdeztem tőlük, hogy ehhez én minek kellek. Elvégre egy sereg film készül a Marson olyan földi filmsztárokkal, akik életükben nem hagyták el a földet, és még kevésbé szerepeltek marsi produkciókban. Egyszerű számítógépes animációval megoldható a dolog. A mozikban, vagy otthon a képernyőkön a kutya sem veszi észre, hogy némelyik szereplő valós, a másikat meg egy ügyes kompjúterprogram generálta oda. A készülő műrendezője magyarázott nekem valamit a művészi hitelességről, szakmai tisztességről, korrekt tájékoztatásról, de olyan szépen, hogy egészen meghatódtam, és majdnem elhittem, amit mondott. Meghatódottságom egészen addig tartott, míg le nem telepettünk az első felvételhez. Ez annyiból állt, hogy mivel a hitelesség kedvéért a kórházi szobámban forgattunk, ültem az ágy szélén. A dúskeblő riporternő, aki az interjút volt hivatott elkészíteni, szorosan mellém ült, a combomra tette a kezét, és búgó hangon megkérdezte. Mondja, milyen volt az első szexuális élménye a Marson? Ez volt az a pillanat, amikor kezdtem sejteni, hogy csőbe húztak. Hogy itt nem tanulságos és lélekemelő kisfilm készül a marsbeli nebulók számára, nem példaképet kívánnak állítani a felnövekvő nemzedék elé, hanem a szokásos, ezt nézd meg, ha marhára unatkozol, és igazi alpári marhaságra vágysz kategóriájú tévéműsor. Gondoltam, akkor adjuk meg a plebsznek, amire vágyik. Egyetlen mozdulattal hanyat döntöttem a meglepett hölgyet az ágyon, és ezt harsogtam közvetlen közelről a fülébe. Nekem minden alkalom az első, ugye te is így akarod, Civi, a kamerák előtt? A bűbáj negéd riporternő visított, a rendező üvöltött, a kameraman úgy röhögött, hogy majdnem elejtette az egyébként fél kilónál nem nehezebb kamerát. Egy ork tag, akiről nem tudtam, hogy mit is keres a szobában, de a stábbal jött, odaugrott hozzám, hogy lecibáljon a folyamatosan és fülsértően visítozó tévész celebről. Egy kicsit orrba rúgtam, tényleg csak a mihez tartás véget, hogy megtanulja, máskor ne hajoljon olyan közel egy ágyon fekvő ember lábához. Nyomós, mi több rugós érveim hatására vérző orral hanyatlott hátra, mint egy demonstrálva elkötelezettségemet a balhé irányába. Ezután már csak a rendező hangerején kellett kicsit állítanom. Felpattantam, és vállainál megragadva a fickót az ajtó felé penderítettem. Közben nyílt az addig csukott ajtó, és Mary nővér, a kórház kardos kontesszája jelent meg az ajtónyílásban. Az ő tömör keblein landolt a ványat rendező. Nyomban kapott is két akkora pofont, hogy abba hagyta a káromkodást,
inkább sűrűn nyeldekelt helyette, mint a leveli béka a légy reggeli után. Nem tudtam, hogy a könnyeit nyeli-e vissza, vagy csak levegőhöz akar jutni, hogy szólhasson. De ez már mindegy is volt. Itt már csak Mary nővérnek volt szava. De az bőven. Kétlem, hogy a stáb bármelyik tagjának bármelyik felmenője kimaradt volna abból a kacskaringos körmondatból, amelyben egyszerre világosította fel őket a kórházban való viselkedés szabályairól, a forgatás alapfogalmairól és arról, hogy káromkodások terén olyan szókincsel bír, mely világszerte a párját ritkítja. Ilyen gyorsan tévéstábot még nem láttam elkotródni korteremből. Bár az is igaz, hogy még sohasem láttam tévéstábot, de úgy sejtem, amelyik ezeknél gyorsabban csinálja, az lehet a világ csúcstartó. Mikor eltűntek, csak akkor vette lejjebb a hangerőt Mary nővér. Csak akkor hagyott fel az átkok szórásával. Hozzám már megenyhülten fordult. Talán már említettem, a mindenkori kis kedvenc pozícióját foglaltam el betegei hosszú sorában. Ami már csak azért is szép teljesítmény, mert közel járok a 2 méterhez. Markáns ork arcát elégedett mosoly csúfította tovább. Meggyógyultunk, meggyógyultunk. Miből gondolod, édes szívem? Kérdeztem vissza. Aki akkorát be tud vágni egy orknak, hogy annak orra törik, az nem lehet nagyon beteg. Hová gondolsz? Néztem rá kissé indignálódva. Nem vagyok én állat. Már hogy ütöttem volna meg? Jó, az igaz, hogy rúgtam, de megütni? Ezen jót mulatott, és én elhagytam a kórházat. No, nem azért, mert mulatott, bár harsány ork kacajánál azért már hallottam bájosabbat is, hanem a tévéstáb miatt. Ha már ilyenek a nyakamra mászkálnak, akkor tényleg vége a nyugodt üdülésemnek a bájos pixi ápolónők között. Ideje visszatérnem szűkebb pátriámba, Sfaciátóba. Egészen a szívemhöz nőtt ez a porfészek, mert kb. 1500 lakosával még a Marson sem ment világváros számba. Az óhazámban, a földön egy majd 2 millió lakosú fővárosban éltem egész életemben, és el sem tudtam képzelni, hogy máshol lakjak. Egyszer megpróbáltam kiköltözni az egyik perem településre, de már az is túl kiesett nekem. Itt a Marson viszont. Sfaciátóhoz semmi sincs közel. Ergo, Sfaciátó sincs közel semmihez, leszámítva a nagyráncot, a Valles Marineris-t. Ettől még lehetne pezsgő turista központ, élénk éjszakai élettel és mindennel, ami ezzel jár. De nem az. Hortenzió mesélte, hogy egy különös mozgalmas napon 3 más városban regisztrált járgányt is látott parkolni a főterünkön. Igaz, hogy abból 2 a megszokott hetenként egyszer érkező áruszállítók valamelyike volt, de a harmadik egy igazi turista. Megrázó élmény volt számára. Azt mondta, sose felejti el azt a napot. Én se azt, amikor hazatértem a kórházból Sfaciátóba. Igazi hazatérő hősként fogadtak. Tényleg meglepődtem, mert se a nagy hohó, se van olyeke mama, aki gyakran látogattak a kórházban, nem említették, mit vett a fejébe Proincias Obanassa, a polgármesterünk. Az öregről csak annyit, hogy ez az Írországból ide származott törpe annyira ír és annyira mélyen kelte, hogy véleménye szerint minden nap Szent Patrik nap. És meg is ünnepelt minden egyes napot annak rendje és módja szerint. Tehette, mert az ünnepi itókából mindig bőségesen állt a rendelkezésére. Ugyanis már vagy 20 éve azzal foglalatoskodott, hogy az ír viszki főzésének nemes hagyományait tovább éltesse a Marson. Ez még nem is lett volna olyan nagy gond, az viszont már igen, hogy a főzethez, mint igazi marsi ír nacionalista, kizárólag helyi terményeket akart felhasználni. Na most terraformálás ide, talaj humuszosító földi giliszták oda, a gabona termés azért egyelőre még többnyire csapnivaló minőségű. De ez nem szekte kedvét, mert szerinte jó viszkit bármilyen gyenge alapanyagból lehet főzni, csak érteni kell hozzá. A szakértelmével nem is lett volna baj, azzal már annál inkább, hogy sohasem tagadta meg magától, sem a maga, sem mások párlatait, ezért aztán néha igen érdekes ízű löttyöket hozott össze. De időnkénti balfogásai nem szekték kedvét. Nagy álma a valódi marsi viszki előállításának megvalósításába. Ez alkalommal a deréköregnek sikerült felülmúlnia magát. Már ahogy megérkeztem Sfaciátó főterére, sikerült rám hoznia a csuklást. Eddig ugyanis a város legmagasabb épületén, a szédítően 2 emeletes városházán a következő feliratú óriási tábla ékeskedett. Városháza. Proincias Papa viszki bárja. Az épület ugyanis túl nagy volt ahhoz, hogy az egészet elfoglalják a városházán működő irodák.
A hivatal bőven elfért az első emeleten. A földszinten pedig a város megalapítása óta vendéglátó ipari üzemegység működött, mert nincsen város kocsma nélkül. Proinciás papa valami nagyon kétbalkezes ezermesterrel hozzátoldatott a táblához, hogy az új felirat is ráférjen. A toldalék kicsit ferde volt és erősen elütőszínű, de azért masszívan odaácsolták az eredeti, szintén valamely helyi megmester által gyártott reklámhordozóhoz. A tábla ezek után büszkén hirdette. Városháza. Proinciás papa viszkibárja. Marsi milícia, Sfaciátói főparancsnokság. Hogy tetszik? Állt meg mellettem Hortensio Hombre, ahogy kikászálottam a járgányomból. Olyan büszkén nézett a multifunkciós épületre, mint egy kínai lokálpatrióta a nagy falra. Nagyon meggyőző, de mi ez a főparancsnokság? Mától van a Sfaciátói milíciának is főparancsnoksága. Újságolta el a jó hírt. Közben egyre többen gyűltek körénk. A járókelők megálltak, az üzletekből kijöttek a vevők. Mi több az eladók is. Egész csődület volt már a téren. Nem nagy, de egy ekkora népességgel bíró városban még az ekkora is jelentős. És főparancsnoka is. Folytatta Hoho büszkén. És tudod, ki az? Gyanakodni kezdtem, és rettegtem, hogy a gyanúm beigazolódik. Sajnos nem tévedtem. De? Bökött mellbe jobb keze vaskos mutató ujjával. Ettől kicsit megfájdult az egyik bordám. A jó hírtől viszont a fejem. És ez már biztos? Nyögtem, kétségbe esettem. Egészen biztos. A képviselői testület megszavazta, és a fővárosi milíciától is ellenjegyezték. Ezután te vagy Sfaciátó és környéke polgári védelmi erőinek főparancsnoka. Drága, boldog emlékezetű atyám gyakorta mondogatta, hogy magasan fogom végezni. Bár ő arra gondolt, hogy felkötnek. Nagyot nyeltem. Körülnéztem, mindenfelé csupa ragyogó arc. Seregnyi ünneplésre készülő derék, marsi honleány és honfi. Most roncsam el az örömüket azzal, hogy nagyjából a marsi milícia az utolsó szervezet, amiben karriert szeretnék csinálni. Igaz, előtte se nagyon van más. A karrier strapával, mindenféle munkával és felelősséggel jár. Vagyis azzal a két dologgal, amivel leginkább tele van a kalucsni. De most roncsam el az örömüket. Voltam már nehéz helyzetben máskor is. Ebből is majd csak kikeveredek valahogy. Oda nyújtottam a jobb kezem Hortenziónak. Ő megragadta, és szerencsére csak módjával megszorította. Erre többen éjjenezni kezdtek, és színes, szétpukkanó tűzlabdákat lövöldöztek az égbe. Ahol szinte mindenki ismeri a tűzlabda varázslatot, gyakori, népszerű és felettébb olcsó szórakozás a tűzi játék. Közben Proinciás papa felkapaszkodott egy rögtönzött emelvényre, ami az ivójából kihurcolt egyik asztalból és egy arra állított székből állt. Törpe lévén az öreg így se nagyon magasodott a tömeg fölé, de sajnos ez nem akadályozta meg abban, hogy beszédet mondjon. Polgártársak, barátaim, bla bla bla. Mindig örültem annak a tulajdonságomnak, és mitagadás kicsit büszke is voltam rá, hogy mihelyest ünnepi beszédet, értekezleti felszólalást vagy érdektelen előadást hallok, a hangérzékelésem valamiféle stand-by állapotba kapcsol. Hallom ugyan, hogy valaki beszél, de nullára állított felfogó képességemmel egy szót sem értek meg belőle. Nem tudom, a szellemi önvédelemnek ez a formája szerzett vagy öröklött tulajdonság. Ha szerzett, akkor nagyon ügyes fickó lehetek, ha úgy megtanultam, hogy észre sem vettem. Ha meg örökölt, hála a genetika feltalálójának. Proinciás papa befejezte a beszédét. Ezt abból sejtettem, hogy tapsvihar tört ki, az agyam pedig visszakapcsolt normál üzemmódba. És most, polgártársak, gyerünk a báromba, mindenki a város vendége! Kiáltá a jó öreg. Erre még nagyobb lett az ováció. Hiába a jó polgárok mindig örülnek, ha megbizonyosodhatnak róla, hogy szép és hasznos dolgokra költik a befizetett adójukat. Másnap az egész város másnapos volt. Kivéve engem, mert még a saját tiszteletemre sem vagyok hajlandó inni. De a helyi polgárok ismerték ezt a szokásomat, ezért nem is akadt ki senki azon, hogy én külön a számomra beszerzett eredeti földi málna szörppel kocintok felköszöntőimmel. Ezek sokan voltak, mint ahogy azok is, akik múlhatatlan kötelességüknek érezték, hogy beszédet mondjanak.
Rengeteg süketelésből egyetlen félmondatot jegyeztem meg. Benne testesül meg az igazi marsi virtus. Ha ez igaz, akkor marha nagy kakaóban vagyunk. Jobb, ha a mars fel, hogy ezzel a függetlenségi háborúnak becézett esztrád műsorral, és aláírjuk a feltétel nélküli kapitulációt, amint a földi államok már oly régen követelnek tőlünk. A hősiességről mindig az volt a véleményem, hogy roppant szép dolog, csak az egyetlen sajnálatos részlet benne, hogy a hősök gyakorta belehalnak. Ehhez pedig általában nincs kedvem. Mi több, nem is nagyon emlékszem arra, hogy valaha is szerettem volna feláldozni magamat bármiért is. Ha már valakit muszáj feláldozni, legyen az a másik fél, az ellenség. Midőn ezeken merengék, vadonatúj irodában üldögéltem. Ennyi szedetvedett ócska bútort már rég láttam egy rakáson. Az irodát úgy rendezhették be, hogy lomtalanítást tartottak a városba, és valamennyi kidobált vacakot összehordták ide. Ezért aztán kissé elektrikus lett az iroda összhatása, de nekem határozottan tetszett. Mert hiába, gyarló az ember. Még sohasem voltam semminek a parancsnoka, és sohasem volt három szobából álló irodám. A mellékhelységeket nem számítva. Egy hiúbb ember az élet császárának érezhette volna magát. Nekem csak az jutott eszembe, az új birodalmam láttam, és ki fogja ezt takarítani? Ezen a fogas kérdésen merengtem, mikor kopogtattak az ajtón. Settében ellenőriztem magam, hogy megfelelek-e a vadonatúj rangomhoz méltó képnek. Íróasztal mögött ülök, ahogy kell. Igaz, a székem nem az a méltóságot sugárzó főnöki bőrfotel, hanem erősen zöld és kicsit billeg is. Az íróasztalon számtalan cigarettacsik nyomát nem takarja el a laptopom, és az oldalába égetett folt is sokat ront a hatását. Mit lehet itt tenni? Mondjuk beinvitálni a kopogtatót. Tessék, szóltam ki. Az ajtó kitárult, és belépett Titanilla kisasszony, a tündér. Hát, azt el kell ismernem, tündérben ilyen öreget és aszottat még nem láttam. Sokkal inkább hajazott boszorkányra, már az olyan boszorkányra, amelyek a mesekönyvek illusztrációin szerepelnek, mint bármelyik valódi boszorkány. Senki sem tudta róla, hogy mennyi idős valójában. Korának titkát jobban őrizte, mint a brittek a Toverben a koronai ékszereket. Városunk legrégibb polgárai is azt állították, hogy amikor ők ide költöztek, Titanilla kisasszony már itt lakott. Rossz nyelvek azt rebesgették róla, hogy ő nem is a földről érkezett, hanem az eredeti hajdani marslakók utolsó hírmondója. A hírmondásban nem is tévedtek nagyot, mert Titanilla kisasszonynál pletykásabb vénlány nem hordott még a hátán a bolygó, legyen az akár a mars, akár a föld. De nem rossz indulatból pletykált. Amennyire én tudom, sohasem terjesztett senkiről valótlan rágalmakat vagy szándékos mocskolódást. A csúf, de aranyszívű idős hölgytől az íj apróságok épp oly távol álltak, akár a józan megfontolás. Ő egyszerűen csak kíváncsi volt. Kíváncsi mindenkire és mindenre. És valamikor a történelem hajnalán megfertőzhette egy ismeretlen vírus a gyógyíthatatlan szájmenéssel. Egyszerűen muszáj volt továbbadnia, amit látott és hallott. És mindent látott és hallott. Lövésem sincs, hogy csinálta, de mintha több példányban létezne. Képes volt gyakorlatilag mindenhol jelen lenni, ahol történt valami érdekes. Vagy érdektelen. Ezekről a történésekről aztán hülyen beszámolt számos ismerősének. Mivel ismerőinek halmaza magába foglalta a város valamennyi lakóját, így egyrészt senki sem menekülhetett el a beszámolói elől, másrészt mindenkit tájékoztatott mindenről. Olyan eseményekről is, amikről tán az illetőnek jobb lett volna, ha nem tud. Még azt sem lehetett ráfogni, hogy unalmas, vén pletykafészek, mert szórakoztatóan, sajátos humorral tálalta történeteit. Először csak abban reménykedtem, hogy látogatóba jött. Elvégre híresség vagyok, vagy mi a fene. És ez egy új hivatal első munkanapja. Minden oka megvan ő fő kíváncsiskodóságának, hogy tiszteletét tegye. De már az első mondata után kiderült, ennél sokkal súlyosabb a helyzet. Itt fogok dolgozni, közölte tőle szokatlan tömörséggel. Mint titkárnő, tette hozzá magyarázatként. De takarítok is, mondta még, miután körülnézett. Évszázadok óta nem mondhatott ilyen rövid beszédet. Ekkora hatásot meg pláne nem. Beleborzongtam a szavaiba. Drága Titanilla, igyekeztem menteni, amíg menthetőt. Minek erőlködne munkával? És mit kell itt egyáltalán dolgozni?
Még a magam számára se találtam ki semmit, nemhogy másokat irányíthatnék. Azt nem mertem neki említeni, hogy az ő korában már nyugodtan élhetne valamely hobbiának nyugdíjasként. Igazán nincs rászorulva arra, hogy dolgoznia kelljen, hiszen maga hirdette büszkén mindenfelé, hogy milyen szép járandóságot húz az államtól. Dolgot mindig lehet találni, majd együtt kitaláljuk, mit is kezdjünk itt a főparancsnokságon. Próbált megnyugtatni. Nem sikerült neki. Épp ellenkezőleg, csak még jobban megrémített. Úgy reméltem, hogy békés magányban és semmit tevésben fogom pergetni napjaimat a látszatparancsnokságon, élvezve a múló idő minden üres pillanatát. Ennek annyi, véltem magamban, és nem is tévedtem nagyot. Először is mindennek meg kell adni a módját. Miféle parancsnokság az, amit megesz a kosz meg a piszok? Pördült-fordult, takarítóeszközöket kerített elő valahonnan. Mikor megláttam a seprűt a kezében, egy pillanatig reménykedtem, hogy rápattan és elrepül. De csalódnom kellett. Nem maradt más hátra, meg kellett tennem, amit férfi ember ilyen helyzetekben cselekedhet. Van egy halaszthatatlan ügy. Nyögtem és leballagtam Proinciás papa bárjába, magára hagyva Titanillát, garázdálkodjon csak kedve szerint. A bárban elnyűhetetlen polgármesterünk maga átpult mögött, és egy poharat törölgetett megfontoltam. Lövésem sincs, minek kell egy poharat törölgetni, egy még kétes tisztaságúnak sem nevezhető rongyal, mikor a mosogatógépből úgyis elmosva, megszárítva, fertőtlenítve szedi ki az emberfia. A jó öregtán úgy vélhette, ez hozzátartozik egy csapos imidzséhez, ilyen korai órán a marson. Nem akartam a lelkébe gázolni azzal, hogy felvilágosítom. Így pont úgy fest, mintha épp most szökött volna meg egy régi rossz western filmből. Inkább kértem egy citromos teját. Whisky nem is kell bele? Kérdezte megbántottam. Aztán rájött, hogy mellé lőtt. Ja, te mostanában nem iszol. Hát ez a szép a kisvárosokban. Mindenki tud mindenkiről mindent. Arany élete lehet Hortenziónak. Mit kell itt nyomoznia egy serifnek? Történjék bármilyen bűncselekmény, beszél pár emberrel, és már meg is van a tettes, gondoltam. Ha nem tudnám magamról, hogy nulla mágikus potenciállal rendelkezem, azt hihetném, én idéztem meg. Ahogy eszembe jutott a mi nagy hohónk, már be is lépett az ivóba. Épp téged kereslek, mondta nekem köszönés helyett. Dübörög az ügymenet. Ezt ugyan nem értettem, de bólogattam. Már zsenge gyerekkoromban felhagytam a kísérletezéssel, hogy megértsem embertársaimat. Ők beszélnek össze-vissza mindenfélét, én bólogatok, és mindenki elégedett. Hortenzió odajött a pulthoz. Belepislogott a bögrénbe, és ő is rendelt egy teját. Szolgálatban nem iszom, magyarázta Proinciás papának. Kezdtem rosszat sejteni. Ha szolgálatban lévőnek minősíti magát, és engem keres, akkor vagy elkövettem valamit, vagy meg akar bízni valamivel. Mivel mióta kijöttem a kórházból, oly tisztes életet élek, mint egy rég elpatkott bárány, csak az utóbbi eshetőség jöhetett szóba. Ha a fátum veszi a fáradtságot, és nekiáll az ember ellen dolgozni, akkor nincs menekvés. Ezt már nem fogom megúszni. Először Titanilla a takarítással, és most Hortenzió. Most szóltak ide a fővárosból. Lenne számodra egy kis testhez álló feladat. Fordult hozzám Hortenzió, miután megkapta a tejáját. El kell utaznom egy napfényes üdülőhelyre? Kérdeztem reménykedve. Épp hogy nem. Ide jönnek. A fürdőruhás lányok? Ragaszkodtam a reményhez továbbra is. Nem. A régészek. No, miért? Már olyan öreg lennék, hogy tanulmányozásomra külön régész különítmény vonult fel. Marha! Szögezte le Hortenzió. A régészek nem hozzád jönnek, azaz hozzád jönnek, csak nem azért, mert vénülsz. Ez a te szuverén magánügyed. Az viszont már közügy, legalábbis a milícia nagyfejűi szerint, hogy kísérgetni kell őket. A nagyfejűeket? Minek? Nem, a régészeket. Ne tettesd magad hülyébnek, mint amilyen vagy. Úgy sem úszod meg. A rang felelősséggel jár. Hortenzió szerette az ilyen mondásokat. Tudtam én, hogy még baj lesz ezzel a hivatallal. Jó, egyeztem bele az egyszerűség kedvéért. Kísérgetni fogom őket. De minek? És főként hová? Azért kell mindenhova velük menned, hogy rajtuk tartsd a szemed. Ezek a földről érkeznek. Mint mi mindnyájan.
de ezek most érkeztek. A blokád ellenére? Ezen meglepődtem, mert az még csak hagyján, hogy mi beengedjük őket, hála kormányunk zseniális bevándorlási politikájának. De hogy a földiek belementek, hogy átjöjjön valaki... Mit tudom én? Rántotta meg a vállát Hortenzió. A kormányt meg ne nagyon cikiz, mert most már te is közhivatalnok vagy. Ez elég nagy csapás lehet a kormány számára. A kicsit igyekszem, ki sem heveri. De nem foglalnád össze röviden, hogy mégis mi ez az egész? Összefoglalta. A serifünk se tudott sokat, de azt kíméletlenül mind elmondta. Valami kisebb régés csapat sikeresen kibuliszta az oroszoknál, hogy a blokkád ellenére átengedjék őket a marsra. Az oroszok meg még mindig elég nagy fiúk odaállt az óhazában, hogy azt csinálhassanak, amihez épp kedvük szoktja. A másnak ez nem tetszik, majd tiltakoznak. Ők meg oda se bagóznak a tiltakozásra, és mindenki elégedett, hogy a megszokott mederben folynak az események. És mi a lényeg? Egy földi eszement régész professzor a fejébe vette, hogy a náciknak a második világháborúban szuperspici repülőcsészaljai voltak, amikkel elérték a marsot. A roncsaik pedig még most is kint hevernek valahol a tundrákon. Ezeket akarja megtalálni az expedíció. Jó héjban ennyi. De ezt a keveset azért elég sokáig mondtam, szakkifejezésekkel bőven megtűzdelve. Nekem kapásból az a tömör véleményem alakult ki a projektről, hogy baromság az egész. Vagy valami kolosszális átverés. Hányan lesznek az érkező csapatban? Úgy 500 000? És az egészet trójai falu műveletnek hívják? És mikor már mind itt vannak, az ásónak, lapátnak, kisebbrűnek tűnő szerszámaikról hirtelen mindről kiderül, hogy mellékesen lőni lehet velük? És mi egy csapásra úgy meg leszünk szállva, hogy attól kódolunk? Hatan vannak. Nyugtatott meg Hortenzió, hogy ez még nem is az invázió. És már pár napja itt vannak a marson. Rendesen, ahogy kell, karanténban töltötték a hasonulás idejét. Most már épp olyan marsinak számítanak, mint te vagy én. Akkor talán nem lesz olyan nehéz dolgom. Még ha valamilyen titkos megbizatással érkeztek is, hamar belátják, majd számukra nem igazán akad egyszerű visszaút. A földiek vannak annyira rasszisták, hogy egy vámpírt vagy egy zombit kinézzenek maguk közül. Tán még egy tündért is. Arról nem is beszélve, hogy aki megtapasztalja, milyen, ha valakinek mágikus képességei vannak, nagyon nehezen mond le a használatáról. Ez a mi nagy előnyünk a földdel szemben. A marsi mágia csak itt működik. Ezért aztán alig akad, aki visszakívánkozna egy olyan világba, ahol a külseje miatt akár még atrocitások is érhetik, és ráadásul még az új, csodával határos képességeit is elveszíti. Mert a mágia még mindig csodaszámba megy a földön. Bár szerintem ezerrel dolgoznak oda át az okosok, hogy legyen nekik is valami hasonlójuk. És az, ami nagy mázlink, hogy eddig még nem jutottak eredményre. Mert ha egyszer rájön valaki, hogy lehet megakadályozni a hasonlulást, hogy lehet varázshatalomra szert tenni, nekünk annyi. Mert a haderőnket egy perc alatt elsöpörnék. Akkor már hiába őriznék a teleportáló állomásokat. Hiába lenne a pillanatnyilag fennálló padhelyzet, hogyha netán valami trükkös bombát küldenének át. Nekünk is akad olyasmink a sifonérban. És ma délután érkeznek. Nyugtatott meg végleg Hortenzió. Mi? Nem lehetett volna előbb szólni, hogy legalább rágyúrhassak a feladatra? Te is csak tegnap jöttél haza. Emlékeztetett teljesen feleslegesen. És engem csak ma reggel értesítettek, hogy mi az ábra. Szervezzem meg az akció. De milyen akció? Ezt tőlem kérdezed? Hökkentem meg. Dehogy. Bár most már, mint a milícia helyi parancsnoka, legalábbis akkora rangban vagy, mint én. Mióta számítanak a rangok szfaciátóban? Előbb-utóbb itt is komolyra fordulnak majd a dolgok, és végük lesz ezeknek a békés, anarchikus állapotoknak. Lehet, hogy pont most. A fejem ingattam. Én nem voltam ennyire borulátó. Egy olyan világban, ami ennyire át van itatva mágiával, és némelyek Grimm mesét olvasnak szakirodalomként, nehéz lenne a földihez hasonló rendet bevezetni. Talán egy évszázad is rámegy, mire konszolidálódik itt a helyzet annyira, hogy valami unalmas rendszer kialakulhasson. Addig meg a magunk fajta széltolóknak áll a zászló. Hadd fecske nem csinál nyarat, nyugtattam meg Hortenziót. Tőlem is kitelnek az ilyen frázisok.
És ha tényleg találnak valami érdekeset odalent? Hol odalent? A nagy ráncban, mondta a Wallace Marineris helyi nevét. Eddig nem mondta, hogy oda kell leereszkedni, de logikus. Az még nagyrészt felderítetlen terület. Persze térképész drónok már berepülték hosszában széltében, és lefényképezték minden négyzetcentiméterét. De vannak ott barlangok, meg tudom is én milyen geológiai képződmények. Odalent tényleg akármit el lehet dugni. Mert ha a tundrán hevernének szerte szét a lepottyan csészehajak, azt már rég kiszúrta volna a fejük fölött keringő kismillió műholdból valamelyik. De a nagy ránc, a tuaregeken kívül csak néhány elszánt geológus és biológus merészkedett le az aljáig, járta be valamekkora részét. Azt sem tudom, hogy mit kerestek, nemhogy mit találtak. Ez is csak egy olyan expedíció lesz, mint a többi. Lemegyünk, körülnézünk és húzunk vissza. És ha tényleg találtuk csészehajakat? Legyintettem. Hülye városi legenda az egész. Gondolkodj csak logikusan. Ha tényleg lettek volna a háborúban a náciknak ilyen cuccaik, Hitler szerinted arra használta volna őket, hogy a Marsra küldjön embereket, és nem inkább New Yorkra meg Washingtonra dobált volna bombákat velük? Ez már igaz. Egy ilyen zicsert nem hagyott volna ki. Ide jönnek a tudósok, nyomtam meg gúnyosan az utolsó szót, egy ilyen átlátszó fedősztoriba. Mert arra mérget vehetsz, ez vagy egy tök átlátszó fedősztori, amit valami agyament katona ötlött ki oda át, hogy fedezzen valami akciót, vagy ezek tényleg elborult elméjű kutatók, akik benyeltek egy urban legendet. Egy kicsit elgondolkodtam, aztán kibögtem. De sajnos van egy harmadik lehetőség is, hogy tényleg van valami a dologban, hogy tényleg találunk odalent valamit. Valami olyasmit, ami borítja a mostani státuszkót. Részemről sohasem bíztam meg a számítógép vezérelte drónokban. Röpködnek a programraik szerint, csinálnak egy sereg fotót, szintén programok szerint. A felvételeket megint csak számítógépes programok elemzik ki. Ez így nagyon klasszul hangzik, a fejlett technika csúcsa, meg minden. És még melózni se nagyon kell vele. Csak hogy az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy minden számítógép csak annyit ér, amennyit a rajta futó programok. Azaz kutyafülét sem. Tény, hogy a feladatot gyorsan megoldják. De hogyan? Ahogy az aranypofa programozók elképzelték, akik természetesen nem készíthették fel minden lehetőségre a programjaikat, viszont cserébe legalább beleírtak egy sereg hibát. Nem szándékosan, de mindenki tévedhet. Aki programokat ír, miért ne szúrhatna el valamit? Borítékolhatom, hogy el is toltak jó pár dolgot. Tudom, hogy megy ez. Valaha én is programozó voltam. Ezért nem bízom a számítógépekben. Jön a határidő, és vele a megrendelő. Hogy durcás ne legyen, a programozó mutat neki valamit. Jó esetben még működik is a program. És ha akadnak benne hibák? Mire valók a frissítések, módosítások? Azt még a legtapasztalatlanabb, nyeretlen 2 éves informatikus is tudja, hogy elsőre nem csak nem lehet, de nem is érdemes tökéletes programot írnia. Mert akkor ciao meló. De ha a program épp hogy eléri a kívánt színvonalat, vagy kicsit jobb is annál, beindul a végtelen spirál. A megbízó új ötletekkel áll elő, kívánságai lesznek, a programozó meg dolgozik. És keres. Jól keres. És ez eltart úgy nagyjából a világ végéig. Vagy legalábbis addig, míg a megrendelő vagy a programozó meg nem hal. Tuaregek? Kérdezte Hortenzió. Azt mondod, azok jártasak odalent? Kis késéssel, de egészen jó ötletet támadt. Megyek és megpróbálom elérni Jusufot. Utalt közös ismerősünkre, akivel a földiek egy régebbi akciójának megakadályozása során ismerkedtünk meg. Van olyeket, tudja a számát. Gondolod, hogy beszáll a buliba? Amennyire én tudom, a régészek szép nagy felszereléssel érkeznek, abból pedig mindenfélét el lehet lopni. Mi kell ennél több a jó öreg Jusufnak? És te serif létedre rászabadítanál egy ilyen hétpróbást a most érkezett nyeretlen 2 évesekre? Amennyire tudom, még nem marsi polgárok, a földiekkel meg hadban állunk. Hadi zsákmányt szerezni nem csak hasznos, de dicséretes dolog is. Ezzel távozott is, hogy egy személyes segédcsapatot toborozzon nekem. Proinsias papa eddig némán hallgatta a beszélgetésünket. Egy jó csapos nem szól bele a vendégek beszélgetésébe. Egy okos polgármester meg még kevésbé 2 városi hivatalnok eszmecseréjébe.
találják csak ki, hogy rendezzék az ügyeket, aztán, ha valami balul rájuk lehet verni a balhét. Bár az öregnek nem kell aggódnia az újraválasztása miatt. Ki a nyavaja akar polgármester lenni egy ilyen porfészekben? Ezért jó ezt a bárt működtetni, mondta. Mi? Néztem rá után. Ezért jó ezt a bárt működtetni. Az emberek bejönnek, megbeszélik egymás közt a dolgaikat, elsírják bánatukat a csaposnak, és én már is képben vagyok. Nem kell unalmas meghallgatásokat, fogadó órákat tartanom. Váratlanul értelmesen és logikusan beszélt a jó öreg. Erre igazán nem számítottam az összefüggéstelen és zavaros ünnepi beszédei után. Láttam rajta meghökkenés. Van itt ész, nyugtatott meg mutató ujjával a homlokát kocogtatva. Csak ha a tömeg előtt kell beszélnem, mindig zavarba jövök. Egy újabb adalék a lelki világához. Azt sem tételeztem volna fel róla, hogy egyáltalán ismeri a zavar szó ezen értelmét. És tessék, ne minősítsük elhamarkodottan tök hülyének politikusainkat, mert a végén még csalódunk bennük. Szerinted trükk van ebben az ásott ásban? Ki mondta, hogy egyáltalán ásni fognak? Tényleg. Ahhoz találniuk kell valamilyen nyomot, hogy belekezdhessenek egy ásatásba. Náci ufók pedig sohasem léteztek, ergo nyomuk sem lesz sehol. És ha jobban meggondolom, miért beszél itt mindenki ásatásról, még ha léteztek volna azok a szerkentjük, még 100 év sem telt el a háború óta. Itt nem évszázadok sora alatt mélyen a föld alá került romokról van szó, hanem gépezetekről, amiket szinte tegnap szereltek össze. Legfeljebb a régi, még a terraformálás előtti és annak kezdetén dúló porviharok hordhattak rájuk homokot, kisebb köveket. Azok a viharok ugyan elég erősek voltak ahhoz, hogy a hordalékukkal szétverjenek bármilyen emberi kéz által épített gépet, és elég nagy kiterjedésűek, hogy a síkságon mindenhová eljussanak. De szélvédett helyen, például a nagy ránc mélyén, akár egész jó állapotban megmaradhatott ez az. Töröd a fejed, mi? Kérdezte. Örögnek a kerekek, de a híres deduktív logika sehova sem visz. Ha az ember körültekintően számba vesz minden ismert tényt, részletet, kezdtem neki magyarázni, de ő türelmetlenül közbevágott. Ez a molyolás a részletekkel. Lőke zsákutca. Mintha egy festmény művészi értékét annak alapján akarnád meghatározni, hogy milyen anyagokból készült a vásznon lévő festék. Mit számít, milyen molekulákból áll össze a Mona Lisa? Tényleg, mit számít? De azért az is érdekes, milyen festéket használtak akkoriban. Miért Leonardo? És ezektől függ a kép művészi értéke? Elárulok neked egy szörnyű nagy titkot. Hiába kevernék ki nekem olyan festéket, amely az összetevőiben 100%-osan azonos a festékkel, amellyel a Mona Lisát megfestették. Én akkor sem tudnám megpingálni a párját. Ez ugyanis? Lökte oda az órom alá a mancsát. Az én kezem, és nem Leonardoé. A büdös életben nem lennék képes hasonlókat alkotni, mint ő. Éljek bár 1000 évig. A jövőt nem latolgatni kell, matekozva kikövetkeztetni, hanem érezni, látni. Proenzias, papa, elfeledett, hogy én teljesen kuka vagyok a mágiához. A jövendőlésben, jóslatokban még csak nem is hiszek. Ez nem hit kérdése. Aminek be kell következnie, az bekövetkezik. Ha nyers krumpli szeleteket dobsz egy serpenyő forró olajba, előbb-utóbb sült krumplit fogsz kiszedni az edényből. Ha közben ki nem kapcsol a tűzhely. Vagy el nem feledkezem a krumpliról, mert akkor színdarabokat szedegethetek ki az odaégett olajból. Ez a baj veletek, nem tudtok hinni. Rajtam kívül kire gondolhatott, azt nem tudom, de nem akartam megkérdezni tőle. Na, hogy beszélgetni se volt tovább kedve. Utána kéne nézni, mire jutott Titanilla. Már éppen felálltam volna a bárszékről, azaz inkább leugrottam volna róla, mert a papa bárjában átok magasak a székek, hogy a hortenzió féléknek se kelljen kényelmetlenül kucorogniuk, mikor rám szólt. Várj! Ezzel az inge mellén zsebéhez nyúlt, kitapintotta a patentet rajta, és egy apró tárgyat vett elő. A nyitott tenyerét oda tartotta elé. Egy körülbelül 4 cm hosszú, valamilyen állat. Talán ló fejét ábrázoló kis faragványt mutatott. Ahogy elnéztem, csontból készülhetett, és nem tegnap. A nyerítő ló feje, mondta. Mazda Zilban találták Franciaországban. Külön az én számomra lopták el a Saint-Germain-en-Laye régi korok múzeumából. Ezzel azért én nem dicsekednék. Műtárgyaknak, régészeti emlékeknek a múzeumban a helye. Egy ilyen csodának? Csapott a szabadba löklével a pultra. Hogy vasárnaponként hülye turisták bámulják? Igen, bólogatta. Gyöngyöt disznók elé,
Egy ilyen csodát a múzeumi vitrínbe. Marhaság. Ha lenne egy eszközöd, amivel meg tudnád gyógyítani a rákot, a múzeumban mutogatnád csak azért, mert régen készült. Mert akkor nagyobb ökör vagy, mint amilyennek látszol. Csak nézegessék, amikor használni is lehet. Ez egy varázseszköz. Ősi tárgy a föld mágikus korából. Értőkézben hozzásegít a jövőbelátáshoz. Mondta, azaz az utolsó szavakat inkább kiáltotta. Összeszorította Markát a kicsin lófejen, a szeme a semmibe révett, elködösült. Arcán, nyakán megfeszültek az izmok, mintha hallatlanul elölködne. Először csak nyögött, majd végül kibökte. A cica megeszi a múltat. Aztán ellazult, tekintetébe visszatért az élet. Rám nézett. Mit mondtam? Jósoltam, ugye? Pár percig majdnem bedőltem a fellengzős dumájának. Még hogy jóslás, még hogy profécia. Ehhez képest a delfoni jósdában az ógörög papnők a vulkanikus gázoktól enyhén toxikus állapotban sokkal értelmesebb dumákat nyökögtek össze. Pedig azok olyan zavarosak voltak, hogy külön magyarázó embereket kellett alkalmazni hozzájuk. A macska lehetséges vacsora menüjéről tájékoztattál? Micsoda? Lepődött meg. Na, hagyjuk. Mert még kedvem támad keresni valahol egy szívlapátot, és azzal megpaskolgatni párszor az arcodat. Felálltam. Megyek, és megnézem, mit művel Titanilla azzal a jobbsorsra érdemes irodával. És mentem megtekinteni Titanilla művét. Befut az expedíció. Ami magunk közszólva felért egy kisebb csodával, nem tudom, varázslat volt-e a dologban, vagy valamilyen a férfi ember számára felfoghatatlan női képesség, de az iroda jól festett. Ahogy a lépcsőházból beléptem az ajtón, annyira meglepődtem, hogy még pislogni is elfelejtettem. A helyiséget, amit én fogadószobának néztem, Titanilla egyszerűen elkommunizálta. Amit a látottak alapján nem is bántam. Valóságos titkárságot varázsolt belőle, olyat, amilyen a nagyon fontos polgárok irodája előtt tartóztatja fel erőtként a gyanútlan látogatót. A bútorok ugyan nem lettek újabbak vagy elegánsabbak, Titanilla se szebb, de borzasztóan meggyőzően festett az íróasztala mögött ülve. Az asztal mellett esküszön még egy jókora fikusz is ékeskedett. Milyen ügyben tetszik? Emelte rám a tekintetét a vén tündér, mint az elfoglalt irodavezetők szokták, ha egy alkalmatlankodó megzavarja őket bokros teendőik közepette. Szóhoz sem jutottam, csak intettem neki, és besétáltam a másik szobába. Ott hasonló csodák fogadtak, mert ahhoz biztosan csoda, vagy legalábbis varázslat kellett, hogy egymaga odébb tegye azt a dőher nagy páncélszekrényt, amiről amúgy sem volt fogalmam, mit keresheti. A megkopott perzsa szőnyeg a lábam alatt hajdani dicső pillanatokra emlékezhetett, akár a fényese suvickot, tekintét sugárzó, de háromlábú asztal, már ha a szőnyegek és bútordarabok tudnak emlékezni. Részemről ezt még itt a Marson is kizártnak tartom. Az íróasztal negyedik lába helyén lexikon vastag kötetek hirdették, hogy olvasott ember szobájába áll a látogató. Az asztalon balkéz felől a bejövő akták, jobb kéz felől az elintézett akták feliratú kosár, közöttük a laptopom összecsukva. A kosarak tartalma láttán azonnal megállapítottam, hogy igencsak szorgalmas és gondos fickó lehetek, mert a bejövő akták nevű kosár üres volt, míg az elintézett névre hallgató kollégájában csak úgy tornyosultak az előttem teljesen ismeretlen iratok. Épp úgy még sohasem láttam őket, akárcsak a családi képet, amely az asztal fő ékét képezte. A 3D-s ábrázoláson egy csinos hölgy mosolygott bele a vakvilágba, három mintaszerűen bájos kiskorú gyermek társaságában. Nem is tudtam, hogy megnősültem, és még három gyermekem is született reggel óta. Fordultam Titanillához, aki bejött utánam, hogy felmérje rajta műve hatását. Csak a tekintély véget raktam ki azt a képet, magyarázta. A városban mindenki tudja, hogy egyetlen hűtársam a lustaság. Erre azért ne légy büszke. Rendben, az itteniek mind tudják, micsoda mi haszna fickó vagy. De az újak, ezek a régészek. Azok is gyorsan rájönnek, mihest felmerül, hogy csinálnom kell valamit. Titanilla legyintett. Javíthatatlan vagy.
Azt legalább tudod, merre fogod őket vezetni? Hogy hogyan juttok le a nagy ráncba? Hát, nyögtem, és közben határozottan úgy éreztem magam, mint alsó tagozatos koromban, mikor a tanítónéni afelől érdeklődött, hogy mi a búbánatért nem csináltam meg már megint a leckének. Mert azt elszántan és következetesen nem csináltam meg sohasem. Zsenge gyermekként úgy véltem, az iskola a tanulásra hivatott hely, és ha távoztam belőle, onnan már a magánélet dúl. Abba meg ne üssék bele a dolgokat holmi tanítónénik bizonyos leckékkel. Ezt az álláspontomat persze sohasem említettem a suliban. Én itt mindent megteszek, hogy ez itt egy komoly hivatalnak látszik. Te meg ennyire sem vagy képes. Érdekes. Ez valami női dolog lehet. Már a sokadik hölgytől hallom ezt mindig visszatérő refrénként. Te még ennyire sem vagy képes. Még a hangsúly is azonos volt, szinte minden esetben. Lehet, hogy ezt a Walpurgis Nachtocht homálya alatt, mikor titkos és általános kongresszusra gyűl össze a boszorkány nép, oktatják a zsenge boszi jelölteknek? Nyeltem egyet. Mindjárt, utána nézek. Nyögtem és kinyitottam a laptopom. Titanilla úgy találhatta, hogy eléggé a képembe mászott ahhoz, hogy megrendszabályozzon. Mikor látta, hogy be is kapcsolom a gépet, kifordult az irodából. Ahogy becsukta maga mögött az ajtót, már be is pöccintettem a kütyű 3D-s kivetítőjét. Hagytam peregjenek a semmibe, a soha senki által el nem olvasott rendszerüzenetek. Aztán elindítottam a Dózeroljuk el az univerzumot című FPS játékot. Úgy véltem, erre a napra már eleget dolgoztam. Elvégre betelepettem egy hivatalba, mint hiteles hivatalnak. Ez pedig kb. Olyan távol áll tőlem, mint a sántától a nagyüzemi szentelt vízgyártás. És valamikor délután még vált rám egy műszak, ha befut az expedíció. Befut az expedíció. Tudom, nem vagyok a puritán munka erkölcs megtestesítője. Ráadásul szeretek játszani a számítógépekkel. Sok ismerősöm szerint ezek döntő többségükben nőneműek, ez haszontalan és gyermetek dolog. Nyilván még sohasem gondoltak vele, sokkal jobb, ha én és a hozzám hasonlók ilyesmivel ütik el a drága időt, mert addig sem csinálnak mást. Pontosítsuk, bajt. Titanilla azt hitte, hogy ezerrel dolgozom, be se nézett hozzá. Nem zavart senki egész nap. Fel sem tűnt, hogy pörög az idő. Egyszer csak azt vettem észre, mikor a játékbeli karakterem újbóli sokadik elhalálozása után újra töltöttem, hogy a szoba már belesüppett a fél homályba. Erre gyorsan kiszálltam a játékból. Már erősen délután volt, és még nem végeztem semmit. Kapkodni nem szeretek, arról meg már úgy is lekéstem, hogy valami rendes útvonal tervet dolgozzak ki. Különben is, mi van, ha a régészek másfelé akarnak menni? Csak nem fogok holmi tervek miatt vitatkozni velük. Pöccintettem egyet a laptopon, mire a gép engedelmesen kikereste Hortenzio irodájának számát és hívta. Azért hívtam inkább az irodai számot, mert ismertem annyira a nagy hohót, hogy első dolga volt Yusuf erőkerítésének nemes feladatát másra testálni. Nevezetesen a nejére, Vanó Jekemamára, az én első marsi védőangyalomra. Az alacsony, terebélyes goblin asszonyság külsőleg a legkevésbé sem emlékeztetett az angyalokra, de a Belbecs. Ő volt az, aki szárnyai alá vett, mikor ideérkezésem után egy fővárosi kórházban loptam a napot, mint a marshoz idomulni képtelen csodabogár. Már ebből is látható, hogy kihalásra vagyok ítélve, a darwini elmélet szerint. A környezethez való alkalmazkodó képesség ilyen fokú hiánya az egyenes út a temetőbe. De addig még van egy kis időm. Remélem. Mi van, szép fiú? Izgulsz? Fogadta Vanu Jekemama a hívásomat. Ez lesz az első fellépésed, és perceken belül ott lesznek nála. Már épp hívni akartalak. Mifélét? Kérdezte. Hortenzio is jön? Megy ő is, és még ketten vele. Úgy bűzlenek, mint a pápusztai sajt egy nyári napon. Ezt nem a szagukra értettem, mert az kellemes, akárcsak a látvány. Túl kellemes. Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, mert a marsra érkezők véletlenszerűen alakulnak át, azt mondanám, jól megkártyázták a dolgot.
Van olyeke, mama, lehetetlen nem létezik. A véletlen nem létezik, ismételtem el neki örök mantrámat. Valamikor fennen hangoztatták bizonyos helyi tudósok, hogy igen, előfordulhat, hogy egy Marsra érkező ember nem hasonul, de ennek esélye hihetetlenül kicsi. Az pedig teljesen lehetetlen, hogy az adott környezetben ne következzen be a mágikus aktivizálódás. És most te is ismersz egy embert, aki nem hasonult, ráadásul kb. Annyira fogékony a mágiára, mint egy hónapos retek. Elvégre ismersz engem, nem? Lehet, hogy igazad van, de ahhoz, hogy előre definiálják, mihez hasonulnak, valami sohasem látott, hallott trükköt kellene ismerniük. Többet kéne tudniuk a bebábozódás folyamatáról, mint amennyit mi itt a Marson tudunk. A Földön viszont hogyan kutathatnának olyan folyamatokat, amelyek csak itt mennek végre? Most őszintén, mi a bánatot tudunk mi arról, ami a Földön történik? Nagyjából annyi információnk van, amennyit a híradóikból megszerezhetünk. Azok tényszerűség, valóság hűsége még nagyjából a piroska és a farkas szintjén mozog. Az már igaz. Ismerte el Vanó Jeke mama. De akkor sem kerek a kerék. A zsigereimben érzem, hogy valami átverés van a dologban. És mi a helyzet Jusuffal? Váltottam témát. Azt ígértem, majd valahol a tundrán csatlakozik hozzátok. Csak annyit kért, hogy ne felejtsd el bekapcsolni a járgányod műholdas helyzetjelzőjét, hogy megtalálhasson benneteket. Még azt is ígérte, hogy majd hívni fog téged, hogy megbeszélhessétek a dolgokat. De ezt kétlem. Tudod milyen? Tudtam. Jusuf, a sivatag rettenete. Minden tuaregek télapója nem a megbízhatóságával tűnt ki embertársai közül. Télapónak én szoktam titulálni, mert vöröses sivatagi szerelésében hosszú őszakálával megkapóan emlékeztetett egy rossz arcú pálinka szagú Mikulásra. De derék fickó, ráadásul pont olyan gyáva, mint én. Ha velem tart, attól bizonyosan nem kell félnem, hogy veszélyes kalandokba rángat bele. De amilyen balfék vagyok, azokba magamtól is belekeveredhetek. Odakintről hangokat hallottam. Rögvest az jutott az eszemben, hogy az ajtóval valamit kéne kezdeni. Jobb hangszigetelés és hasonló, mert így hogy folytassak titkos tárgyalásokat az irodámban, ha minden szó kihallatszik. Bár Titanilla elől eltitkolni valamit, hát ez körülbelül olyan egyszerű feladat, mint oxigénpalac nélkül megmászni a Montolinhoz. Bakolyszágy a homlokon. Az expedíció képviselői ketten voltak. Elsőnek a nőnemű illető lépett be az irodámba, gondolom a másik a hímnemű udvariasan előre engedte. A nyomukban Titanilla. Őrmester úr, szólt ki mögülük. Ezt kicsit mókásnak találtam. A Marson nem sűrűn urazzák az embert, a vadonatúj rangomon még senki sem szólított. Ez a kis színjáték nyilván az érkezetteknek szólt, ezt kitaláltam, bár halvány fogalmam sem volt, mit akar ezzel elérni Titanilla. Tán a helyzet jelentőségét meg az én fontosságomat akarta kicsit felturbozni. Mintha én egy fikasznyit is fontos lennék. Felálltam és kiléptem az asztal mögül, hogy üdvözölhessem a földieket. A pasas volt a kevésbé érdekes, bár ha nő lennék, biztos lenyűgözne. Ha nem hajlamos az irigykedésre, ehette a sárga penész. Ilyen szép férfit ritkán látni. Félhosszú szőke haja a vállát verdeste, kínosan szabályos, szoborszerű arcából vakító kék szemek néztek a képembe. Természetesen seprűsen hosszú szempillái mögül. Hollywoodban ilyen megjelenéssel betegre kereshetné magát a tag, mint a romantikus filmek sztárja. Az olyan romantikus filmeké, ahol a szívtipró főhősnek van egy aprócska hibája, feltűnően sok vért szív ki mások nyakából. Na de, ki vagyok én, hogy mások táplálkozási szokásait kritizáljam. Meg a vegetáriánusok sem idegesítenek. A nő pedig, hát, a nő egyszerűen gyönyörű volt. Pont ilyennek szoktam elképzelni álmaim asszonyát. Magas, sportos. A kisé bő, fehér, műbördzseki csak még jobban kihangsúlyozta, hogy a többi ruhadarabja mennyire feszül formás idomai. Volt benne valami határozottan gepárdszerű. A hosszú, karcsú lába,
A kecses, ragadozóhoz illő lusta, de mindig rohanni kész mozgás. De ez a mars. Itt mindig van egy apró csavar a dolgokban. Ezúttal a bőre volt az. Nem nagyon, nem feltűnően vagy zavaróan, de határozottan lilás árnyalatú volt. Amennyi eszem van, rögtön az jutott eszembe, hogy reagálna kedvenc foci csapatom zöld-fehér szívű B közepe, ha egy meccsen megjelenne és letelepedne közéjük, fehér Jackie-jével, lila bőrével. Mert ugye a nem hivatalos szurkolói klub egyik, ha nem legfontosabb alapszabálya, hogy ütni kell a lila-fehéreket, az ős ellenséget. Elvégre még a mohácsi csatát is miattuk, vagy valamelyik hasonlóan gyanús szellemiségű ősük miatt vesztettük el. Az a gaz lila-fehér nem átallotta elgáncsolni dicső emlékezetű tomori érsekünk lovát, és oda is lett a fixre vett 3 pont. Mindkettejükkel kezet fogtam, és helyjel kínáltam őket, remélve, hogy a kétes forrásból származó székek nem omlanak majd össze alattuk. A viharvert, ám de ócska bútordarabok hősiesen kitartottak, akár csak titanilla. Nem elégedett meg azzal, hogy bekísérte a vendégeket, ahogy egy jó titkárnőhöz illik, hanem lecövekelt az ajtóba, és onnan méregette a vendégek hátát vasvilla szemekkel. Olyan szúrós volt a nézése, hogy a sünök tüskefejlesztési bizottsága térden állva könyörgött volna neki a receptért. Én az íróasztalon mögé telepettem, kezeimet összekulcsolva az asztalra könyököltem, és várakozóan néztem a vendégeimbe. Ezt a pószt már számtalan hivatalnoktól láttam, és nem is nagyon kellett erőltetnem a hozzáillő buta arckifejezést. Mert ez nálam genetikai adottság, mondhatni családi örökség. Ritka ostobán tudok bámulni, ami minden jó hivatalnok egyik alaptulajdonsága. A másik az érdektelenség. Az ügyfél egyáltalán nem érdekli, az ügye pedig még kevésbé. Csak alkalmatlankodót lát benne, aki megzavarja a két hosszas munkaszünet közötti rövid, amúgy is elég kínos, munkával töltendő perceket. Jelen esetben az arcomra kiülő méla unalom ezúttal nem volt teljesen őszinte. A hölgy lenyűgözött. Titanillát is, csak őt egészen másokból. Óvatosan, főnök! Jegyezte meg telítorokból, de legalább udvariatlanul. Vendégeinkből akkora adag szexuál mágia árat, hogy bármelyik érzőkebli férfi gondolkodását képes lenne alapjaiban megrengetni. És felkészültek minden esetre, ha hetero, ha meleg, a kiszemelt áldozat. Nem véletlen, hogy ketten vannak. Ráadásul még talizmánok is vannak velük. Hát kell nekem fegyverdetektor, meg mindenféle olyan mókás letapogató és átvilágító kütyű, mint amilyeneket a földön alkalmaznak, mikor itt van nekem Titanilla, a röntgen szemű rém. Ráadásul úgy harsog, mint egy jó karban lévő légvédelmi sziréna. Ugyan, egy-két talizmán nem a világ, legyintettem. Még 10-20 sem az. Ismertem egy hölgyet, aki 357 darabot hordott magánál, és tényleg nagy hasznukat vette. Annyinak? Az túl sok. Kotnyeleskedett tovább Titanilla. Annyi varázslatot senki sem tud irányítani egyszerre. Nem is a varázserejük, a súlyuk miatt cipelte őket, meg a saját súlya miatt, de le is fogyott rendesen a sok cipekedéstől. A vendégeink e rövid beszélgetés során úgy néztek rám, mint egy újonnan felfedezett állatfaj különösen érdekes példányára, amelyik láthatólag az eszét veszítette. Ennek örültem. Az jó, ha hülyének nézik az ember, mert akkor biztosan alábecsülik. Ha pedig valaki annyira elbizakodott, hogy alábecsülje az ellenfelét, az könnyen ráfarag. Ilyesmit olvastam valami álmos könyvben, vagy mások. A pasas lenézően tekintett rám. A nő szánakozva. Ez elég jó kiindulási alapnak tűnt. Bizonyára már értesültél a küldetésünkről, kezdte az orosz, aki Vitya Krivickijként mutatkozott be, és a készfogásnál majdnem sikerült összeroppantani az ujjaimat. Melyikről? Kérdezte ártatlanul. Erre elakadt. Nem tudta, mit mondhatna. Az expedíciónak csak egyetlen ismert legális küldetése van, felkutatni azokat a bizonyos csodacsésze aljakat, amiket még véletlenül sem a tálaló szekrényben tárolnak. Ha fogadásra hajlamos balek lennék, ezret tennék egyellem, mert úgy is nyernék, hogy az ellenszenvesen jóvágású vámpír az expedíció nyakába vart megfigyelő. Az oroszt Moszkvában rendelhették melléjük, mert az kizárt, hogy az ottani gumitalpakon suhanó titkos ügynökök kihagyjanak egy ilyen ziccet. Régi, jól bevált szokás, hogy a delegációval, expedícióval megy egy-két beépített ember.
Nem árt, ha konyítanak valamit az adott szakterülethez, már a kínos feltűnés elkerülése vége. De nem kell okvetlenül profinak lenniük benne, mert a fő feladatuk úgyis a kémkedés. De miután lehetsz faciátóban kémkedni? Ha létezik a világegyetemben teljesen érdektelen hely, hát ez az. Ha csak nem, Proinciász apa pálinkája. Olyan pocsékul megy az orosz vodkagyártóknak, hogy meg akarják szerezni az öreg valamelyik receptjét, hogy új egzotikus szint vigyenek a piaci kínálatukba. Ettől a gondolattól egészen megnyugodtam. Ha még tudok ekkora eszetlenséget kigondolni, akkor még nem koptam el, még a régi vagyok. Mert ki a bánatnak kellene azoknak a kerítésszaggató kisüstiknek a receptje? Az öreg amúgy is simán elárulná bárkinek bármelyik ihatatlan löttyének titkát, mert sikernek tartaná, ha valakit érdekel az etil illatú életműve. Végül a hölgy törte meg a csendet. Én ugye szokásom szerint bambulva elkalandoztam, az ügynökféle fickó megsajnálta rám a fáradtságot. Neki nem pálya egy vidéki milicista átejtése, gondolhatta. Már ha egyáltalán gondolkodok, mert ránézésre ilyesmivel nem lehetett meggyanúsítani. De a látszat gyakran csal, hiszen még néha nekem is akadnak gondolataim. Azt ugye tudja, tudod, milyen ügyben járunk? Ahogy feltette a kérdést, úgy éreztem, mintha egy könnyed, puha ízét, talán egy bagoly szárnya simítana végig a homlokomon. Ez már döfi, gondoltam magamban. Épp most ért valami csöndes, rejtett igézet. Rendesen meglepődtem. Ahhoz még nem tartózkodtak elég régen a Marson, hogy ilyen profin, ilyen hókusz-pókusz nélkül képesek legyen varázsolni. Az is egy tudomány, bele kell tanulni, be kell gyakorolni a fogásait. Az újonnan hasonultaknak hetek, hónapok, olykor évek kellenek, míg kifejlesztik magukban a képességet, hogy olyan természetes közvetlenséggel bánjanak ezekkel az energiákkal, mint ahogy a gyereknek is meg kell tanulni használni a tagjait. Idő kell ahhoz, hogy képes legyen járni, beszélni. A nő vagy őstehetség, vagy sokkal korábban elkezdte a mágia művészetét gyakorolni, még jóval a Marsra érkezése előtt. De a Földön nincs varázslat, legalábbis ez az általánosan elfogadott elmélet. És ha mégis? Elvigyorodtam. Kukurikú, török császár, nem adom a gyémánt félkrajcárom. Ez a mély értelmű mondat némiképp megrázta őket. A pasi úgy nézett rám, mint aki biztos benne, hogy végleg elment az a maradék eszem is. A szépség arcán egyszerre tükröződött meglepetés és riadalom. Legalábbis ebbe a hitbe ringattam magam. Elvégre nem vagyok gyakorló pszichológus, hogy mindenfélét kiolvassak mások mimikájából. Azt már nem is említve, hogy azok is tévednek rendesen. Engem is lehet százféleképpen manipulálni, de így nem, mondtam. Hencegésnek tűnhetett, de ez kivételesen igaz volt. Még akkor is, ha én állítottam. Miről beszélsz? Ki manipulál és hogyan? Kérdezte Krivicki értetlenül. Ez igazán jó hír volt. Ezek szerint a tagnak gőze sincs arról, hogy mivel próbálkozott Manuel a Krishner kisasszony. Ha egymás előtt is titkolják a trükkjeiket, akkor nem dúlhat közöttük valami nagy barátság. Tehát Manuela a tudós, és Vitya a Ruszkik beépített téglája, ahogy sejtette. Büszke voltam rá, hogy már hosszú percek teltek el készfogások és bemutatkozások óta, és én még mindig emlékszem a nevükre. Ezzel alig, ha nem megdöntöttem a saját csúcsomat. Két új ismerős nevét ilyen sokáig észben tartani. Hát, számomra maga a csoda. Ez volt a második jó hír. A harmadik az, hogy Titanilla ezúttal nem kezdett szirénázni. Pedig biztosan ő is észrevette, hogy szívdöglesztő vendégem egy könnyed agyszondázással egybekötött befolyásolással próbálkozott. Vagy valami ilyesmivel. Ezt nem tudhatom pontosan. Lévén, hogy az egészből csak azt a könnyed simítást éreztem. De Titanilla majd kisegít, és később elmagyarázza, hogy ő bájossága mit akart megpiszkálni az agyamba. Játszhattam tovább. Felálltam, és átszellemült hangon közöltem a világgal. Repülő csészehajakat akarok keresni. Most rögtön. Hol vannak csészehajai? Hol vannak tejás fincsái? Emeltem az égnek a karjaimat, mint egy nagyon csapnivaló ripacs. Adjátok vissza a fincsáimat! Manuela arcán erre már komoly ijedelem mutatkozott. Nem szeretem az ilyen játékot, mármint hogy megsatszoljam, mire gondol egy másik ember, de ezúttal tényleg egyértelmű volt. Attól félt, hogy elszúrt valamit, hogy túl nagyot lökött valamelyik agytekervényemet.
azt nem tudhatja, hogy én alapból lökött vagyok. Ez így nem megy, mondtam visszazöttyenve a székemre a röpke, de szimpadias előadás után. Mi? Hogy? Hogy nem megy? Dadogott kissé a szép hölgy. Titanilla? Fordultam beosztottaim egy személyes gárdájához. Alszik, mutattam rá Vityára, és ha felébred, nem is fog emlékezni erre a kis intermedzóra. Titanilla tenyerét Vitya felé fordította, kiskört írt le kezével a levegőben. Az orosz vámpír szeme engedelmesen lecsukódott, szája lefittyett, feje félre villen. Már aludt is. Egy tuti. Titanillának nem kell sokat vesződnie a csemete elaltatásával, ha netalán bébi sintérkedést vállal. És most elő a farbával, hölgyem, fordultam Manuellához. Szépséged miben utazik? A meglepetés, a gyors hangnemváltások megzavarták. De nem csak szép, okos nő is volt a javából. Fineszes, szópárbajokhoz szokott. Gyorsan összekapta magát. Tényleg a honebuk miatt jöttem ide, mondta őszintén. Tehát a sztori nem csak a Conteo hívők fantáziájában létezik? Egyáltalán nem. Olyan lelkesen válaszolt, hogy elhittem neki. Most az igazat mondja, vagy legalábbis azt, amit ő igaznak vél. Folytatta volna, de szégyen ide, szégyen oda, ezúttal nem sokat adhattam az udvariasságra. Csak lassan, állítottam le. Tudom, sok mondani valója lenne. Biztos érdekesek is. De az már nem biztos, hogy engem mind érdekel. Ne vegyes értésnek, később nagyon szívesen végighallgatom, ha kifejti az elméletét, vagy épp bizonyítékokat vonultat fel az elméletem ellen. De előbb van egy kis kellemetlen kötelességem. Felteszek pár kérdést. És még azt se kérem, hogy őszintén válaszoljon rájuk. Csak annyit szeretnék, ha meggyőzne arról, hogy az jó nekünk, hogy itt keresgéli az elveszett... miket is? Ha ne bukott. Segített ki készségesen. És miért? És most olyan komoly vagyok, mint egy perforálódott vakbélgyulladás. Csak azt nem mondja, hogy csak azért, mert a hajdani technológiák intézetében pont ilyen régi izékkel foglalkoznak. Pont ilyen hajdani izékkel foglalkozunk, mondta nem csekély gúnnyal a hangjában. Talán türelmetlen is volt, hogy újra egy fafejű hivatalnokot kell győzködnie. És óriási szenzáció lenne, ha találnánk egyet. De ha helyesek az információink, a feltételezett landolási területen legalább kettőnek kell lennie. És miért? Adjuk most a történelmi, tudományos jelentőséget a hanebuknak. Mert ha csak magát azt a tény bizonyíthatnánk, hogy az ember már a múlt század 40-es éveinek elején elérte a Marsot, már pusztán ennek is meg kellene változtatnia az egész, az akkori időről vallott nézeteinket. De az igazi nagy durranás nem is ez lenne. Ha a kezünkbe kerülhetnének az akkor alkalmazott motorok, nevezzük így az eszközök meghajtását, kielemezhetnénk, továbbfejleszthetnénk, hiszen legalább olyan jók voltak, mint a mi hajóink erőforrásai. És mi van még? Ütöttem tovább a vasat, visszatérve a tegezéshez. Érezze csak magát a Marson. Mert gondolom, ugyanezt mondhattad el a földi illetékes elvtárs úrnak is. És ennyi tényleg elég is, hogy bármelyik értőszívű katonát meggyőzze, hogy támogassa ezt a kis kirándulást. Birtokába jutni egy hajdani, nagy hatásfokú harci eszköznek, az már döfi. És bármelyik tudóst is csábítaná a lehetőség. Egy ilyen felfedezést tenni a régészet területén, talán még nagyobb durranás lenne, mint mikor Schleimann megtalálta az addig legendának vélt Tróját. Láttam, a szép hölgy szemében legalább egy nagyságrendet nőtt a marsi milícia ázsiója. Na-na. Ha még egy kisvárosi tahó őrmester is hallott Schleimannról, akkor ezek mégsem akkora tirpák. Minek kéne még lennie? Kérdezett vissza. Én is elindultam egy legenda nyomában, és eljutottam egészen idáig. Szeretnék tovább lépni. Schleimann sem csak Trója érdekelte, sőt, ha azt vesszük, őt nem is nagyon érdekelte Trója. Ő Priamos kincsét kereste. A leányzó nyelt egyet. Én is, mert úgy véltem, hogy megtaláltam a kutya sírját. Mi volt azokon a csészealjakon? Mi volt a rakomány? Már persze egy csapat lelkes és némileg öngyilkos hajlamú nácin kívül. Manuela sóhajtott.
Kálajcsi pavilonfosztogató vághat ilyen képet, mikor a bizonyítékok súlya alatt megtörve el kell ismernie, hogy ő pajszerolta ki a bódé ajtaját és nyúlta le a két üveg vodkát. De a hölgy megingása pillanatnyi volt csupán. Honnan tudhatnám, hogy mi volt a rakomány? Háborgott. Szimpla deduktív logika. Ha arról áshattál elő információkat, hogy egyáltalán voltak ilyen haune izék, akkor arról is kiderülhetett egymás, hogy mivel rakták meg őket. Ezzel megfogtam, de még nem jött el a beismerés nagy pillanata. Amit igazán sajnáltam. Nem vagyok én nyomozó, sem kihallgató tiszt. Valójában alapból utálom faggatni az embereket. Én se szeretem, ha az ügyeim felől érdeklődnek. Ebből kiindulva feltételezem, ezzel más is így van. De néha muszáj az elveink ellen cselekedni. Ha csak egyszerűen egy mars expedíciót akartak volna összehozni a fiúk a harmadik birodalomból, ahhoz nem kellett volna több csészehaj. Különösen nem akkor, amikor már erősen rájuk járt a rúd, s nyakukon volt a fél világ. Nem pocsékolták volna a szűkös nyersanyag készleteiket, erőforrásaikat arra, hogy mulatságból kutassák az űrt. Támasz pontot, menedéket akartak itt kiépíteni, ahová senki sem tudja követni őket, felelte. Na, ez is biztosan igaz. A szövetségesek már jóval a háború vége előtt beharangozták, hogy lesznek ám felelősségre vonások a háborúban elkövetett disznóságokért. Már elnézést a malacoktól. De azt kétlem, hogy üres kézzel jöttek volna. Nem volt szokásuk. Ide, ha meggondolom, két dolgot hozhattak. Fegyvereket, azt mindig tartottak kéznél, vagy értékeket. Nos, ha jöttek, fegyveresen jöttek. De nem holmicsoda fegyverekkel. Mert azokat, ha lettek volna, bevetették volna a háborúba. Kizárásos alapon maradnak az értékek. Nem válaszolt, de legalább érdeklődően nézett rám. De miféle értékek? Folytattam egy költői kérdéssel. Aranyat, pénzt, mi egyebet teljesen fölösleges lett volna idáig elcigölni. Arra bőven megtette a közeli és jóval kényelmesebben elérhető Svájc is. A bankok akkoriban még tényleg titoktartóak voltak. De amennyire én tudom, az efféle drágaságukat dugdosták. Hegyi tavakba, barlangokba, meg még száz másik helyre is. Mondjuk a Noé Schwablandra. Fészkelődött kicsit a székén. Kezdte sejteni, hogy akármekkora világvégi tahók vagyunk mi Sfaciátóban, azért, ha érdekesnek találunk egy témát, innen is van lehetőség a mélyére mászni. Elvégre feltalálták már egy ideje a világhálót. Nem fegyver, nem pénz. Jelentettem kihatározottan. Akkor micsoda? Megsúgjam a választ. Finoman elmosolyodott. Nem voltam benne biztos, gúnyos-e a mosoly vagy sem. Akár elismerő is lehetett. Azt szerettem volna, ha ez utóbbi. Kanyarodjunk vissza az elejére, mondta. Már ne a beszélgetésünk elejére, hanem a történet elejére. Az ifjú és bohó Adolf Hitler azon kívül, hogy Bécsben koplalt, modoros képeket festett és sikertelenül felvételizett a Művészeti Akadémiára. Mivel foglalkozott még? Bizony, már akkor odáig volt az okkultizmusért. Mint tudjuk, ez a szenvedélye halálig elkísérte. Az akkori Bécs pedig ideális hely volt ahhoz, hogy kapcsolatot találjon különféle okkultista szervezetekkel, melyek igen érdekes dolgokat kutattak. Például a Vrilt. A mindent átható energiát, amit ha használni tud valaki, csodákat tehet. Eddig bírta. Mint itt a Marson szinte mindenki, szúrta közben. Bólogattam, mint aki tudja, hogy mit beszél, és még egyet is ért vele. Igen, lehetséges, hogy pont ezt keresték, de a földön már akkor se nagyon találhatták meg. Vagy mégis? Kérdezte. Nem igazán. A lehetőség ott volt előttük. De az önjelölt adeptusok, beavatottak, akkor sem tudtak volna vele mit kezdeni, ha az ölükbe ül. Egyszerűen nem voltak rá alkalmasak. A Vril energia akkor már csak olyan csekély mértékben volt jelen a földön, hogy csak a mágikuson legfogékonyabb személyek lettek volna képesek a felhasználására. Ha tudják, hogyan kell felhasználni. Mert ez volt a másik nagy probléma. Ha akad is közöttük egy erre alkalmas személy, még azt sem tudta, mit is kéne tennie. Mihez is hasonlítson? Ha valami csoda folytán feléleszthetnénk egy reneszáns zsenit, mondjuk Leonardót, és odaültetnénk egy számítógép elé, nem tudna vele mit kezdeni. Nem azért, mert túl hülye a használatához,
hanem mert az olyan ismereteket igényel, amilyeneket nem sajátított el. Ki értett akkoriban a földön a mágiához? Harry Houdini. Ó, ő csak egy ügyes bűvész volt. Bár van olyan elmélet, hogy az igazán ügyes bűvészek egy kicsit ösztönösen mágusok is. De nem hiszem, hogy ez igaz lenne. A Vril kutatás eleve kudarcra volt ítélve. De hittek benne, és a hit piszok nagy erő. Mivel szabadon akkor már nem volt fellelhető Vril energia a földön, nem találhatták meg. De megtalálhattak olyan tárgyakat, amelyek akkumulátorként tárolják a ki tudja hogyan, ki által beléjük töltött erőt. A talizmánok. Ezért kutattak mindenfelé a nácik és megbízottaik a mágikus vagy annak vélt tárgyak után. Adolf Hitler mélységesen hitt abban, hogyha sikerülne felszabadítani az ezekben rejlő erőket, nem lenne hadsereg, amely megállhatna a náci hadak előtt. De szerencsére ez nem jött be nekik. Lecsúsztak erről is, mint az atombombáról. Azt is előbb csinálták meg az amerikaiak. Erről nem csúsztak le, mert ezekben a kutatásokban egyszerűen nem akadt vetélytársuk. Persze, bólogatta. A híres józanész. A szigorú, a materialista alapú tudományos gondolkodás, ami az egyedül üdvözítő. Aminek köszönhetően az emberiség eljutott a Marsra, és egyszer majd eljut más csillagokra is. Torkolt le, nem is olyan szeliden, ahogy szép tündértől elvárná az ember. Igaz, ő nem is volt tündér. Sok mindent láttam már a Marson, sok embert ismerek, de hozzá hasonló hasonultat nem. Na, el ne felejtsen megkérdezni Titanillától, hogy mi ennek a változatnak a neve. No, egyelőre maradjunk a Marson, javasoltam. Tehát, ha jól veszem ki a szavaiból, a nácik felvásároltak, összelopkodtak és elástak egy nagy halom amulettet, amit aztán ide menekítettek a Marsra. Ez volt a terv. Honnan tudod olyan biztosan? Elég sokat kutattam ez ügyben. Csodálkozom is, hogy sikerülhetett pénzt szerezni eféle kutatásokra a földön. Jó, tudom, mostanában kétségbe esetten kapaszkodik oda át mindenki, hogy utolérjék a mágikus Marsot. De azt az intézetet nem tegnap alapították. Viszont gondolom mostanában megugrott kicsit az ottani bücsi. Főleg, ha az ilyen bombázó hölgy folyamodik valahol egy kis lóvéért. A külsőmnek ehhez semmi köze. Sértődött meg ezen, pedig csak bókolni akartam. A fene se érti az emancipált hölgyeket. Nekem például tök mindegy, hogyha egy kis pénzt akarok kísírni valahonnan, azt miért adják. A két szép szememért, más szépet nem igen találni rajta, ha ugyanazok szépek egyáltalán, vagy a rengeteg sok eszemért. Az eredmény a lényeg, ami szintiszta pragmatizmus, és állítólag azt részeltetik előnyben. Azt fel sem tételezem, hogy egy férfiakból álló döntőbizottság lelkére tudná hatni a megjelenéseddel. Már feltéve, hogy azok a pasik vakok és süketek, és a saját nemükhöz vonzódnak. Ez tény, és kár ezen mérgelődni. Ha két azonos előnyökkel járó pályázatot nyújt be két pályázó, akkor nagyon gyakran a személyes rokonszem dönti el, melyik lesz a nyertes. Nincs ebben semmi nemi előítélet. Ilyen az emberi agy. Mindegy, hogy férfiéről vagy nőjéről beszélünk. Aki ezt tagadja, egyszerűen nem veszi tekintetbe, hogy milyen fontos a személyes varázs a politikusok, tévékommentátorok és egyéb szélhámosok számára. Vágott egy fintort, de elfogadta érvelésemet, ezért aztán folytatta. De nem a külsőd volt a döntő, és nem is az, hogy amit kutatni akartál, tényleg kutatásra érdemes, és jó volt az általad benyújtott anyag, hanem megtámogattad egy kicsit. Nem tudom, hogy csináltad, de megcsináltad. Miből jöttél rá? Nem volt nehéz, hiszen velem is próbálkoztál. Csak az nem világos, hogy a földön hogy sikerülhetett. Nem fejeztem be a mondatot. Varázsolnom, mondta ki az utolsó szó. Én sem tudom megmagyarázni, csak feltételezéseim vannak. Néha szeretek magamnak azzal hízelegni, hogy különösen fogékony vagyok a Vrilre, vagy mágiára, nevezzük akárhogyan. A családi legendárium szerint felmenőim között akadtak boszorkányok. Nem is egy. Persze lehet, hogy mindez csak mese. De már valamikor kamaszkoromban észrevettem, hogy hatni tudok az emberekre. Különösen a férfiakra. Ó, ne érts félre, másképpen nem szexuális vonzerőről beszélek. Valahogy befolyásolni tudom őket.
Néha úgy hittem, hogy színes, kötszerű anyagot látok gomolyogni a fejük körül, ha arra koncentrálok. És meg tudom változtatni ennek a ködnek az árnyalatait. Tuti befolyásolás. Szólt közbe Titanilla, aki eddig a szokásától eltérően némán őrizte az ajtót és az alvó vityát. Manuela rápillant. Pusztán tapasztalati úton jöttem rá, hogy ha akarom, meg tudom ennek a ködnek a szín összetételét változtatni. És ahogy hangolom a színeket, úgy változik az emberek hangulata, viszonya hozzá. Ez varázslat, varázslat a földön, nyögte Titanilla. Nem csodálkoztam rajta. Eddig abban a nyugodt és biztonságos hitben ringattuk magunkat mi, mindnyájan, hogy a földön a megfelelő energiák, ezeket akár Vrillnek is nevezhetjük, hiány nem működik a mágia. Úgy véltük, hogy a történelem folyamán a felhasználók hosszú sora felélte, jó részt kimerítette az akkumulálódott készleteket, ahogy egyszer csak majd a szénhidrogén készleteket is kimerítik. Úgy tartottuk, hogy a frissen gyarmatosított Mars az érintetlen szűz területek még hosszú ideig biztosítják ezt az előnyünket az óhazával szemben. A Földre a nap közelsége a túl erős napsugárzás miatt amúgy is sokkal kevesebb jut el az űr sötét anyagaiból származó manna sugárzásból, és sokkal többet használják föl, akár öntudatlanul is, ahogy Manuela Kirchner tette odahaza, az ősrobbanás örökségét hordozó mannát. Ezért kellenek a talizmánok, jött rá Titanilla a megoldásra. Azokban, ha még nem sütötték ki őket, rengeteg varázslathoz elegendő energia tárolódhat. Ha megtanulták felhasználni a mágiát ellenünk, oda lenne a Mars minden előnye. Vége lenne a mi szép függetlenségünknek. Megszűnne a Mars misztikuma, ami ide vonza a kalandvágyókat, szerencsevadászokat és a tudomány őrültjeit. Nem mi lennénk többé a varázslatos hely, a tündérvilág, ahová az álmodozók vágynak. No, azért ne pocsogjunk bele mindenféle túlzásokba. Attól, hogy a Földön is lehetséges a varázslat, még nem dől össze a Mars, mondta. Nehogy túl aggódja magát, kedves boszorkány. Ott nagyon kevés manna, vagy vril, vagy nevezzük akárminek akad. Az is jó részt eltárolódva mindenféle vicikvecakban. És tegyük még hozzá azt az apróságot is. Nincsenek szakembereik. A földi varázslók, boszorkányok jó részt babonás vénasszonyok, és a New Age képzelgői meg hasonlók. Akár a Szent Grált is a kezükbe lehetne adni, azzal se tudnának mit kezdeni. Bár szerintem annak semmi varázs ereje nincs. És erről bárki meggyőződhet, aki veszi a fáradtságot és nem kalandregényeket olvas, vagy ismeretterjesztő filmeket néz a Nat Geon, hanem elzarándokol Valenciába. De az sem igaz, hogy ez itt holmi tündérvilág. Én legalábbis a legkevésbé sem érzem magam Oberonnak. Legfeljebb Zubojnak. Az viszont igaz, hogy a tündér királynőből itt mindjárt akad kettő is. Titanilla legyintett. Csak ne udvarolj nekem, én már túl öreg vagyok ahhoz, inkább itt a kis hölgynek. A kis hölgy, Manuela, ezúttal nem kapta fel a vizet a minősítésen. Hallgatott mélyen. Nagyon kellettek azok a talizmánok? Kérdeztem kissé szánakozva. Ha valaki, hát én meg tudtam érteni a helyzetét. Olyasmi lehetett ő ott a földön, mint én itt a Marson, csak persze ellenkező előjellem. Összetettebb a kérdés, mint amilyennek látszik. De kétségtelen, hogy a talizmánok megszerzése erősen motivált. És persze az intézetben is, a tudományos karrieremen is nagyot dobna, ha ekkora leletre bukkannék. Ami nem történhet meg, csattant fel Titanilla. Ez a holmi nem kerülhet a földiek kezébe. Már ha létezik egyáltalán, szúrtam közben. Sajnos majdnem biztos, hogy létezik, és ahogy elnézem, sohasem fogok hozzáférni. Sóhajtott Manuela. De ha mégis, sohasem vihetem magammal a földre. No igen, kétlem, hogy a helyi nagyfélyek valaha is hozzájárulnának, hogy ezek a leletek elhagyják a Marsot. Hogy magával vihesse őket, Manuelának kb. Akkora az esélye, mint annak, hogy az amerikaiak megengedték volna 1945 nyarán, hogy egy lelkes importőr atombombákat szállítson Los Alamosból Japánba. Talán jobb is, hogy nem kerülnek elő azok a vacakok. A nácik kezében tök ártalmatlanok voltak, mert nem tudták, hogyan kell azokat felhasználni. De most már más világ dívik. És ki tudja, mire lehet képes valaki a talizmának birtokában. Folyton egy kép lebegett a szemeim előtt. Az igen hülye apuka töltött koltokat meg Winchestereket ad a gyerekek kezébe,
hogy azokkal játszanak indiánost itt. Szívem szerint folytatnám a kutatást, mondta Manuela, de egyre inkább úgy érzem magam, mint az egyszeri Afrika kutató a 19. században. Ülök a táboromban az éjszakai szavannán, és odakint a tábor körül keringenek a hiénák, meg tán még nagyobb ragadozók is. Mihez kezdhetnék? Fogós kérdés, de erre is, mint annyi másra, van helyes válasz. Csak meg kell találni. Az egyetlen probléma az, hogy ezt könnyű mondani, de néha piszok nehéz kivitelezni. A nagy marsi rock'n'roll swingli. Ezt a fedőnevet adtam az akciónak, melyet kiötlöttem azzal a céllal, hogy minél több kecske jól lakik, és egy gram káposzta se fogjon el. Együtt ültünk Prion Sziász papa iszoldájában, melyet erre a délutára bizottsági ülés címén zárva tartott az öreg. Ő maga elnökölt az asztal fönn, mellette jobb kéz felől Hortenzio Hombre és Vanuyeke mama. Velük szemben ültem én, mellettem Manuela, Manuela mellett a kollégája, egy csontvás soványságok miniatűr súranó, Eberhard von Gulik. A két másik régészt, akik Manuela szerint nem voltak tuti megbízhatóak, és a másik oroszt, aki velük érkezett, Titanilla épp oly profi módon hibernálta, mint Krivicki. Minden tündérboszorkányok nagyanyója von Gulikkal szemben foglalt helyet. Jusufot, a tuaregek ősszakálló Mikulását értesítettük, hogy nem érdemes az expedíció érkezésére várnia, de ha van kedve nézzen be Sfaciátóba, Proinciás papához egy-két pohárkára. Ha nem jön, úgyis jó, viszont akkor kimarad a buliból. Viszont a szakértelmére szükségünk lenne, és ő sem járna pórul. Ezért aztán vegyen már erőt magán és a megatevéjén, és tegye tiszteletét, mert ekkora gazemberséget nem jó nyilvános hálózaton megbeszélni, amit egy 5 éves, középső csoportos óvodás is le tud hallgatni, a kicsi kémjáték tréfás felszereléseinek felhasználásával. Proinciás papa felemelte a bögréjét és ivott. Megrögzötten ragaszkodott hozzá, hogy régi kelta hagyomány a viszkinek bögréből való fogyasztása. A hosszú korgy után krahácsolt kicsit, mert ez a főzet különösen karcosra sikeredett. Az ülést ezennel ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánítom. Figyelmeztetek mindenkit, hogy Sfaciátó városának ezen a vezetőségi ülésén elhangzott ügyek, javaslatok és egyebek beláthatatlan időre titkosítva vannak. A fene nagy titokzatosság megszegőire mindenféle kellemetlenségek várnak, úgy a marsi, mint a földi hatóságok részéről. Elvégre épp most készülünk arra, hogy mind édes hazánk, mind a gaz ellenvezetőit előre megfontolt szándékkal félrevezessük, palira vegyük és átvágjuk, mint azt a bizonyost. Hölgyek is vannak. Köszörülte meg a torkát észbe kapva. Szóval azt a végterméket, amit át szoktak vágni a palánkon. Titanilla vihogott. Prion Sziász papa olvatag pillantást vetett rá. Ha nem nézném a korukat, azt mondanám vetkőztető pillantást. De ha nézem a korukat, akkor is mondhatom. A szót ezennel át is adom az emlegetett gazdaságok vitathatatlan értelmi szerzőjének, aki, ha erre kerül a sor, megérdemelten foglalhatja el a főbűnös székét a majdani bírósági tárgyaláson. Ült vissza a helyére Prion Sziász papa, aki az ünnepélyes megnyitó kedvéért feláll dülöngélni egy kicsit. Már megint olyan világrengető probléma merült fel, mint a múltkor a dibbuk dobozok ügyében. Kezdtem hatásvadász hóhányással. Csak ezúttal a náci Hanebukkal és a feltételezett rakományokkal gyűlt meg a gondunk. Igaz, ezekben nincs bezárva semmiféle szelle. Mert azt már a földön kiengedte a palackból, ami bájos vendégünk, intettem Manuela felé. A lehetőségeket már az űr előtti kötetlen poharazgatás során vázoltam nektek. Egy pillanat, szólt közbe Hortenzio. Nem is biztos, hogy azok a vacakok léteznek. Manuela felsziszent. Minden bizonyíték arra utal, kezdett bele a mondókájába, de pocsék modoromhoz híven félbeszakította. Erről most ne nyissunk vitát. Akár léteznek, akár nem. Mi csak tételezzük fel, hogy annyira reálisak, mint ez a csésze alja tejás csészém alatt itt az asztalon. Mutattam az említett edényre.
mert mibe kerül nekünk elfogadni ezt a feltételezést? Semmibe. Annyit meg még mi is megreszkírozhatunk. Ezzel hümmögve egyetértett a tisztelt összeesküvő gyülekezet. Erre tényleg nem kell se energiát, se anyagiakat fordítani. Akkor meg miért nem? Azért javaslom tiszteletteljesen az egybegyűlteknek, hogy ebből a feltételezésből induljunk ki, mert mi történik, ha nem ezt tesszük? Egyrészt, ami bájos Manuela Kirchner kisasszonyunk, a szintén jelenlévő Eberhard von Gulick úrral egyetemben lebőgnek. Az expedíció többi tagját és a beépített ruszki ügynököket már nem is említem. És mi van, ha lebőgnek? Kérdezhetné joggal akárki. Mit zavar az minket itt Sfaciátóban? Maradjanak ők is közöttünk, szívesen látjuk őket. A világ többi része meg elmehet a sunyiba. Mondhatná egy igazi Sfaciátói patrióta. Beszédem ezen részénél Provincias papa jelentőség teljesen bólogatott. Ő csak tudja, milyen és mit gondol egy igazi Sfaciátói patrióta, hiszen ennek az emberfajtának ő az archetipusa. A bólogatás közben csuklott is egy kicsit, de ez nem volt zavaró. De jó-e nekünk ez a megoldás? Tettem föl a költői kérdést, hogy aztán azonnal meg is válaszolja. Egy frászt! Mert az köztudott, kedves testvéreim, hogyha kiengedtük a szellemet a palackból, épp úgy nem lehet oda visszaparancsolni, mint ahogy a gilisztákat sem tudjuk egy ugyanakkora konzerves dobozba visszagyömöszölni, amekkorából kiengedtük őket. Mindig nagyobb doboz kell hozzá. Ez Murphy óta tudott. De a szellemet az 1001 éjszakában... Kezdte meg ellenvetését Titanilla, de nem hagytam, hogy befejezze. A rafkós halász rádumálta, hogy másszon vissza a palackba. Szerinted mennyi annak az esélye, hogy körbejárom a mi nagyfejűinket, meg az oroszországi okosokat, hogy ugyan már, ha ráérnek, feledkezzenek meg a marsi honabukról, és ők ezt készségesen meg is teszik. Ne törd a fejed, elárulom. Nulla. Vagy még annál is kevesebb. Ha egy ilyen dolog bekerül a köztudatba, mikor feledkeznek meg róla? És most köztudat alatt bizonyos döntéshozók sekélyes, de dagonyás tudatát értem, amiben minden számukra hasznosnak tűnő információ úgy beleragad, mint terepjáró a tundra sarába egy őszi vihar után. Ezek a fickók, ha rákattannak egy ügyre, addig nem szállnak le róla, amíg fantáziát látnak benne. Ha Manuela most visszamenne az orosz tábornokhoz, és belengedné neki a fehér zászlót, hogy nyista, semmit sem találtam, gondoljátok, hinne neki? Rossz nyavaját, válaszoltam meg ismét a saját kérdésemet. Pont annyira kételkedne az állításában, mint a milícia azon vezetői, akiknek a keze szintén könnyékig benne lehetett abban, hogy az expedíció ide jöhetett. Miért ne hinne nekem? Főleg, ha egy kicsit rásegítenék. Minden tiszteletem a varázstudományodé, de ezúttal sokra nem mennél vele. Még ha a kedves tábornokból sikerülne is bohócot csinálni. Neki is vannak kollégái, felettesei, akikkel megoszthatja, és 100%-ig biztos vagyok benne, meg is osztotta az információt. Rákészülnek alaposan a szabadrugásra. Elvégre az egész földdel hadban állunk, és ha pont az oroszoknak sikerülne valami ügyes mélyütést bevinniük, azzal megtámogathatnák a pozíciójukat oda át az óhazába. Mert bizonyos orosz körök még mindig nem tettek le a nagyhatalmi törekvéseikről. Csak tovább a sztálini úton. És mi lenne, ha kussolnánk? Előbb-utóbb csak elalszik az ügy. Kockáztatta meg Hortenzió, aki mindig az egyszerű és kényelmes megoldások híve volt. És úgy járnánk, mint az egyszeri sorozatgyilkos, bólintotta. Miért? Az hogy járt? Kérdezte Hortenzió óvatlanul. Pedig elég régen ismert már ahhoz, hogy ne tegyen fel ilyen kérdéseket. Amilyen elvetemült vagyok, még veszem a fáradtságot és válaszolok. Kinyírta a feleségét, de ezt látta a szomszéd. Nosza átugrott a szomszédba egy jó kis gyilkosságra. De mit tesz a sors? Éppen metéli a szomszéd nyakát, mikor becsenget a postás. Nosza még küszöbön kibelezi a derék levélkihordót, ám egy arra járó busz teljes utazóközönsége premier plánból csodálhatja meg az akciót. A folytatást képzelheted, foglaltam össze az esetet. Itt is ez lenne a fennforgás. Manueláék eltűnnének a balfenéken, már elnézést, hajoltam meg a szép hölgy irányába, de biztos, hogy valakinek eszébe jutna. Ugyan hová lettek a mi szép régészeim? És kerestetni kezdeni őket. Akkor a keresőket kéne eltüntetni, aztán a keresők keresőit, és így tovább a végtelenségig. És mivel nem ölünk meg senkit, itt szép lassan az egész emberiség ide vándorolna, és Sfaciátói polgár lenne.
én lehetnék a világ ura. Ábrándozott Provinciász papa, akinek túlzóbb álmai lehettek a kisvárosi polgármesterségnél. Talán nem vett magához elegendő védőitat, és őt is megfertőzte a politikusok körében gyakori cezarománia. Provinciász papa, mint a galaxis császára. Ebbe a gondolatba többen beleborzontak. Én is. Micsoda világ lenne az? És micsoda úr? Hagyjuk a rémregényeket, javasoltam. Legyünk inkább konstruktívak. Összefoglalnám a kérdést, kezdte Manuela. Nem mondhatjuk, hogy megtaláltuk a hanebukat, mert nincsenek meg. Tudom, hogy ott vannak kint valahol. Tett bizonytalan mozdulatot arra, amerre a marsi tundrát vérte, abban az irányban pont Sfaciato főtere terült el. De még nincsenek meg. Azt sem állíthatjuk, hogy nincs erre semmi, mert ki hinne nekünk. Csalónak vagy két balkezesnek vélnének. A legjobb tán az lenne, ha azt híresztelnénk, hogy nyomon vagyunk, de még nem a célnál. Hitegethetnénk az érdeklődőjüket, és... És 20-30 év múlva, esetleg hamarabb, valamelyik még türelmetlenkedni kezdene. Vágtam bele udvariatlanul az eszme futtatásába. Rám nézett igéző macska szemeivel, de nem tett megjegyzést. Úgy látszik, kezdte megszokni, hogy mindenbe belebeszélek. Ha kell, ha nem. Bocsássuk szavazásra a kérdést, javasolta Provinciász papa, a mi profi politikusok. Igen, szavazásra, ami a Demokrácia című társasjátékban mindenütt überel. Szavazásra, ami az egyik legkiválóbb eszköz arra, hogy alaposan eltoljuk a dolgokat. Hogy miért? Elmondom, és még nem is térek ki arra a lehetőségre, hogy előre megkártyázták erővel, hatalommal, megvesztegetéssel a szavazás kimenetelét. Adva van egy emberekből álló halmaz. Tagja a kérdés avatott szakértője, aki munkájáért még Nobel-díjat is kap. Tagja sok derék ember, akinek gőze sincs a kérdésről. Tagja néhány élsötét személyiség, akik oly buták, hogy csak merő tévedésből látnak ki a saját fejükből. De szavazniuk, a játékszabályok szerint nekik is van lehetőség. És élnek is vele, ha mindenki bele is gárgyul, akkor is. Vaj, hangzik ilyenkor a költői kérdés, mennyi az esély rá, hogy helyesen döntenek? Akkor inkább az orosz rulett, ott jobbak a túlélési esélyek. Jó, jó, majd a jövő héten, reagált Titanilla a papa által felvetett ötletre. Addig viszont döntsük el, mihez kezdjük. Mégis miről szavaznánk? Így van, olyeke mama. Nem hogy javaslatot, de még ötletet se hallottam eddig, hogy mihez kezdhetnénk. Javasolnék én valamit, mondtam. Ha már játszunk, játszunk nagyba. Azaz, hogy? Kérdezte kissé értelmetlenül Hortenzio. Mondjuk azt, hogy megtaláltuk a hanebukat. És? Így van, olyeke mama. Ezzel mit oldanánk meg? A problémát. Még Manuela is, akit pedig messze a legokosabbnak véltem a társaságban, a fejét csóválta. Pont úgy, ahogy a többiek. Hiába a tenger sok ész, ha nem elég nagy gazfickó az ember. Manuela, pont te mondtad, hogy nem mondhatjuk, hogy nincsenek. Azt sem mondhatjuk, hogy még keressük, de nem találjuk őket. Akkor pedig tényleg nem igen lehet más tenni, mint töredelmesen beismerni, hogy megvannak. De hát nincs a kezünkben semmi, csapott nyitott tenyérrel az asztalra Manuela. Jó nagyot csattan. A válaszom inkább durrant, de ez is nagyot szólt. Na és? Csináljuk meg a marsi régészet és az UFO-kutatás Pildovni leletét. Erre többen hangosan pislogtak. Ezeknek elmagyaráztam, hogy a Pildovni lelet a 20. század egyik legnagyobb tudományos csalása volt. Évtizedekig bevette nem csak a nagy közönség, de a tudományos társadalom is. Na jó, de honnan szerzünk pávián állkapcsot? Tette föl a fogós, ravasz kérdést Hortenzio, akit egészen lenyűgözött a Pildovni koponya története. Megnyugtattam, hogy arra ezúttal nem lesz szükség. Vegyük sorra, mi kell a svindlihez. Kellenek leletek. Ezek könnyen beszerezhetők. Akad szerte a világban elég rozsdás vasdarab, amire ráfoghatjuk, hogy valamelyik Hanebu része volt. Régi náci cuccokat sem lesz nehéz beszerezni. Provinciász papának jó kapcsolatai vannak. Ha egy amulettet, avagy talizmánt megfújtak neki egy múzeumból, bízhatunk, ezek a derék ügyfelek más apróságok beszerzésére is hajlandók lesznek. Ráadásul még csak nem is múzeumból kell lopni, akad közkézen elég vicikvacak. Valamint Yusufra és az ő mániákus kacatgyűjtő tuaregjeire is számíthatunk. Biztos akad náluk is egy-két hasznos holmi.
Tanuk? Az a legfontosabb. És nekünk király tanúink lesznek. És honnan vakarod elő őket? Kérdezte kissé szarkasztikusan Vanujeke mama. Én? Lepődtem meg őszintén. Mit kezdenék itt én, a balga, mikor adott a Mars történetének két legnagyobb boszorkánya, Vanujeke mama és Titanilla? Te csak ne udvarolj, javasolta Vanujeke mama. Ismerlek már annyira, hogy tudjam, abból biztosan baj lesz. Ebből nem. Tanúnak ott van a mi Krivickijünk, meg a másik Ruszki. Plusz az elaltatott két régész. Pár hétig tudjátok még ebben az állapotban tartani őket? Kérdeztem Titanillát. Nem halnak éhen, szomjan álmukban? Ha Vanujeke is besegít, biztosan menni fog, felelte a kérdezett. Most jön a dolog húzósabb része, és a tisztességtelenebb is. Tudnátok olyan emlékeket beléjük plántálni, szugerálni, vagy tudom is én nem értek hozzá, hogy ők szentül meg legyenek győződve, nem szuszókáltak békésen az ágyacskáikban, hanem keményen ástak a tundrán. A két boszorkány összenézett. Hamis emléke? Menni fog, mondták csak nem egyszerre. Nem szép dolog az embereket manipulálni, néztem mélyen Manuel a szemébe. De ismerjük el, néha hasznos. Persze ettől még nem lesz tisztességes, de hol vagyunk mi a tisztességtől? Azon kívül a jó cél érdekében cselekszünk. Hisszük mi? És az amulettek? A földiek szemét megpróbálhatjuk kiszúrni pár ócskasággal, de ha valami helyi szakember is megvizsgálja őket? Sóhajtott Hortenzió. Ismét csak Proinciás papa és Yusuf. A papának beszereznek a maguk törvénytelen útján a kuncsaftok mindenféle régi cuccot. Nem kell azoknak mágikusan aktívnak lenni. Yusufnak is akadhat a sifonérban pár műtyűrje. Az aktivitásukról, mint fent. Nyugtattam meg. Pár dolgot akár fel is tölthetünk, javasolta Vanujeke mama. Nincs az a varázsló vagy boszorkány a Marson, aki képes lenne megállapítani, hogy egy varázslat mikori. Hogy mikor rögzítettek mágikus energiát egy tárgyba. Arra legfeljebb a tárgy korából lehet következtetni. Ahogy arra, meg az elkövető személyére, ez húzósak. Egy varázslatnak mintázata van. Hogy te is értsd, intett felém, ez olyasmi, mint az új lenyomat. Egyed ilyen jellemző egy adott személyre. De ha ketten csináljuk, össze lehet zavarni a nyomokat. És különben is, kinek jutna eszébe a mágikus lenyomatokat vizsgálni? A földön tuti, hogy senkinek. Na még szebb, örültem az új információnak. Erről a mágikus új lenyomatról eddig nem is tudtam. Ha benneteket hallgat az ember, azt hiheti, hogy mind szebb és üdvösebb dolog az elhallgatásnál, csalásnál, félrevezetésnél, mondta fejcsolvába Prionciás papa, a mi hivatásos politikusunk. Közben annyira álszent volt, mint egy tévés ige hirdető, aki miközben a vallásos dumát nyomja, közben félszemmel a beérkezett adományok összegét lesi, ahogy pörög felfelé a kijelzőn az összeg. De papa, háborodtam föl, az egész civilizációnk erre épül. Gondolj csak az üzleti katonai titkokra, az ilyen-olyan politikai okból sok évre titkosított ügyekre, meg az információ oly fennen hirdetett szabad áramlására, amiből csak annyi valósul meg, hogy a valahol valakik által megszűrt információk áramolhatnak szabadon. Egyszerűen csak a saját fegyvereiket vetjük be ellen. Az ámítást és a lódítást. És mi sem leszünk jobbak azoknál, akiket szidni szoktunk. Emelkedett erkölcsi magaslatokra Vanujeke mama. Hát nem, ismertem el. Mi is csak gyarló emberek vagyunk. Kis időre csend lett. Talán a többiek is számba vették saját gyarlóságaikat. Én minden esetre azt tettem. És akad belőlük számos. De legalább nem verem farizeus módra a mellem, hogy milyen kiváló fickó vagy. Egye fene, döntött a papa. Csináljuk meg. Ennél jobbat úgyse tudunk kitalálni. És magunkért, a városért, a Marsért tesszük. A nyugalomért és a békéért. A nagy gazemberségek mindig így kezdődnek. Holmi magasabb célt emlegetnek. És a bánat se tudja, hogy hol érnek végre. Ez a sztori viszont itt és most.